Van kutyáik is ott. Elmegy videózni, érted? A celebeket, és akkor a Viktor az ennek oda, hogy te vagy az a izé, az a Szabó Viktor, tehát durva volt, mert alig tudtunk ott dolgozni. Mielőtt elkezdik a munkát, hogy bemegyek, minden rendben, fotós ismeri a lakukat, volt már, oké, jó, tudjátok mit, hol találtok, jön az anyuka, és minden gyereknek, három gyerekkel érkezett, egy-egy ilyen kis csoki. Csoki, hát az kedvencem. És akkor így csukom az ajtót, jó munkát. Kiment Andrishoz Kanadába, kb. Olyan volt, nem? Lehet, csak nem mondta el. Nem. Az a baj, hogy ilyen 100 plusz fölé mentünk megint, tehát ilyen nagyon sok fotózásunk volt, és... Akár elmondunk kamerába, akár nem mondunk el, de hogy ahogy nektek is mindenkire meg kell küzdeni a saját démonával, vannak könnyebb napok, vannak nehezebbek. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Content Rebel következő epizódja. A mikrofonoknál. Szabó Viktor. Csapó Gábor és. Kimaradtam, Szanyi Roland. Hello. Sziasztok. Na ez egy szokásos újévi részünk lesz, ahol szépen egyeztetünk itt kinek a saját bizniszében milyen újdonságok várhatóak, mit látunk 2024-ről, meg egy picit értékeljük az eddigi évet is, és ilyen felelőtlen kijelentéseket fogunk tenni majd a következő évvégi adásban, hogy szépen ki tudunk majd vesézni. Bizony, bizony. Majd most jönnek a nagy jövőbe látások és a nagy jövendőmondások. Na, kezdhetem én? Így ilyen unorthodox módon? De először az idejév értékelésével kezd. Így van. Fú, gyerekek, brutál volt. Tehát, hogy én nagyon régóta nem dolgoztam ennyit, amit most. Tehát, annak idején a... Csúnyan lebuktál. Igen. Annak idején még a hardware-es IT-s korszakban volt ilyen, amikor ilyen 12 órákat voltunk benne, de két telefon egyszerre, stb. Tehát ez most brutálul megnyomtuk. Ez a négy stúdió, ez eléggé stresszes, és szerencsére itt az év vége eléggé fölpörgött. Volt kétszer is olyan, vagy háromszor is olyan, amikor minden négy stúdióban voltak egyszerre, és ugye tudjátok, hogy itt van nálunk a hangstúdió, meg a fotostúdió, másik meg kettő a belvárosban van, az ilyen remote-ba üzemelni, és akkor itt telefon itt, kapcsolgattam a lámpákat a másikon, rohanok föl a fotóshoz, itt indítom el a podcast felvételt, tehát hogy ez ilyen nagyon-nagyon érdekesen alakult, és minden mellett még egy csomó mindent bevállaltam én is. Gábornak volt egy lemondott fotózása, amit aztán végül én vállaltam el. Nem lemondtam, csak úgy voltam, hogy inkább nem kockáztatok, hogyha meg tudod oldani, értem. Aztán pont úgy durva leszakadt az ég, és jött a hó, ez tudom, szoktam vele. De milyen jól döntöttem, hogy... volt, de őszintén. Hát ez durva volt egyébként. Én nem tudom, hogy két-három órát esett a hó, amikor evickéltem hazafele, fönt a Gellért hegyen, ugye ez a Búsrúgházban volt egy ilyen rendezvényfotós meló. És le is fotóztam, valami 12-13 centi hó volt a kocsimon. És ugye egyszer tévedt föl egy ilyen hókotró, és azon néztem, hogy azért ott van meredek lefele pálya, hogy fog én lejönni. Persze téli gumi van, de azért akkor is ez már régen nem volt itt Pesten. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire van otthon Pestből, de hogy az elmúlt 5 évben szerintem nem esett annyi hó, mint az elmúlt meg mindig csak egy nap esett, de beolvadt. És igen, és emlékszem mindig, hogy beszéltem például a drónos barátommal, és akkor mondta, hogy megy ki drónozni, és akkor én is megyek, lefotózok, meglőttem azt a három havasképet, és másnapra elolvadt. Jó, ez és most ennyi is, volt, de idén most is, idén most viszont... volt azért, hogy maradt is, meg azért olvadt hát is. Hát idén azért esett. Jött újra, tehát, hogy megint lehetett havacskázni. Na mindegy, tehát, hogy ez így alakult, és nagyon sok volt az utómunka, ami a videós projekteket is, meg a videóstúdiót illeti, szerencsére. Próbálkozunk most két vágó kollégával, jövőre meg egy harmadikkal, és így megpörgetjük a dolgokat. Úgy néz ki, hogy akkor lesz majd egy-két, nem állandó, de hogy ilyen szabadúszós videóvágunk, meg szeretnék egy kollégát, aki weboldalakkal foglalkozik, ezt az ágat is újra kell. Mit én mondtam neked egész évben? Azt te is mondtad, igen, de hogy már nagyon sok megkeresést kaptam, és eddig elhajtottam őket, és nagyon, nagyon gáz lett a végeredmény. Volt egy barátom, aki megcsinálta a weboldalát szerintem drágán, és nagyon nem lett jó, meg több ilyen kérés volt, amit lepasszoltam, és hát én kérek elnézést, de igen, ennek nem így kéne kinéznie 2023-ban. Na mindegy, meg a miénk is sok változást igényel, ott is PHP-t kéne frissíteni, meg lehet, hogy előről kéne kezdeni mondjuk a stúdiós dolgokat, meg azokat is szétszedni, tehát olyan sok minden változás van még, és pont emiatt, hogy nagyon összejött így az évvége is ezek a projektek, én nagyobb változáson megyek át most, ez mindig tart, meg ugye mi a párommal ketten visszük a stúdiókat, és hogy most lesz végre egy olyan összeülünk, most már mind a ketten,
hogy ezt így rendbe kell rakni, mert így nem mehet tovább. Tehát most ez az ébredés pillanata van, ahol itt meg kell húzzuk a határokat, ahol fog átmenni majd nekünk is a szabadidőt is már előre, tehát csinálunk ki 2024-es tervet, ahol szépen beosztjuk az összes stúdiónak a díszletcseréjét, a szabadságainkat, a marketing naptárt, az összes olyan, amiket idén nagyon szépen elcsúsztattunk és elcsesztünk, hogy ezekre mindig megfelelő időpontban legyen időnk, meg legyen észben tartva, meg legyenek a felelőse, és mindenképpen kollégákkal kell bővíteni a csapatot, tehát most ez lesz a 2024-es tervünk. Ez jó, összetett. Egyelőre még itt vagyunk, és amit nagyon szeretnék még 2024-re, hogy eddig csak álom volt, és talán erről beszéltünk egy-két részben, mindenképpen szeretnék egy olyan projektet, ahol nem csak Magyarországról, hanem külföldről is származik majd bevételünk. Én mindig nem mondtam le arról, hogy akár esetleg később úgy adjam át a stafétát, hogy akár úgy tudjon dolgozni az ember, hogy mondjuk egy Spanyolországból, vagy bármilyen tengerparti. Aha, lógatod a lábad, és akkor onnan is bepötyögöd a kis tabletbe a dolgokat, és onnan menedzseled, amíg lehet. Bepötyögöd, hogy oldjátok meg. Igen, ezt a mondatot, pont és lesz a róla. Igen. Miki legyen meg, kész. És így bontod a vonalat. Holnapra legyen. Igen. Még egy margaritát kérek. És így behúzod a fejedbe ezért a kalapot. Ja, hát valami ilyesmi nem lenne rossz, de hogy azért ez még messze van. Sok minden lesz majd itt a gyerkőcöknek, és suli választás, stb. Tehát itt tényleg eddig benne voltunk így ebben a kényelemben, és most azért jól össze kell szedjük magunkat, meg föl kell kötni ezt a gatyamadzagot, mert azért ez így nem lehet tovább, sűrűsödnek a dolgok. Tehát akár belefér a büdzsébe, akár nem, ezt most meg kell léptünk, hogy ezt meg kell finanszírozzuk majd, mert azért ez a fajta lépés ugye ez elég drága, meg ezen el szokott csúszni egy-két vállalkozás, ahol túl vállalják magukat, és aztán ugye az ember erőforrásnak a vagy nem sikerül úgy az alkalmazottnak a beújítása, vagy pedig további költségeket húz magával, és aztán mínuszba kerülnek. Na mindegy, tehát hogy itt azért van bőven kockázat, de hogy most már mind a ketten tökéletek vagyunk abban az irányban, hogy itt változásra van szükség. De sok ilyen témai podcastet is hallgatok, ami üzleti témában, illetve önfejlesztésről foglalkozik, és most már nekem is ezek érnek, ezek a gondolatok. Mi az, amire ebből az évből nagyon szívesen emlékszel vissza? Nagyon pozitív élmény volt. Mindezek mellett igen, nagyon sok mindent tudtam más szemben megélni. Az eddigi legnagyobb pozitívum, most ki fog tök röhögni, az a hírzárlat, amit tartok. Most már két hónapja tart, és nem olvasok ilyen politikai témájú híreket, illetve annyit csinálok csak, hogy átgörgetem a fejlécet, ugye, amit fel szokott dobálni a telefon meg a különböző böngészők, és olyan tartalomban, ami valamennyire érintheti az üzletet, akkor beleolvasok, de alapvetően csak jó, még egy portfóliós cikk, még egy indexes, persze. Úristen, Origo est, ezt ki is bannolom. De hogy így megyek tovább, köszönöm szépen, tehát hogy ebből én nem kérek. Ez nekem az elején nagyon ilyen homokba dugom a fejemet, ilyen struc politikának tűnt, de most így visszagondolva... Ja, ami fontos, az eljut no hozzá, szóval igazából... Úgyis eljut, és az pont, ez pontosan. Ilyenben csináltam ezt, mert nem tudom hány éve stresszelgettem magam halálra, hogy minden egyes ilyen infóból teljesen napra kész legyek. Hiába olvastam mindent, én abban a hamis biztonságban ringattam magamat, és ezt később utána el is olvastam. Sok ilyen tanulmány volt, ahol ennek az ellentéte bebizonyosodott, hogy én azt hittem magamról, hogy ha ezeket a híreket olvasom, követem, akkor lesz egy kis predikcióm, és lesz egy pár másodperc, pár nap, pár hét előnyom a többiekkel szemben, és tudok döntést hozni, megvédeni a családunkat, magunkat, az üzletet, hogy föl tudunk készülni. De nagy mófasz. Egyébként szerintem a legtöbb ember nem olvas híreket. Milyen jól teszik egyébként. Szerintem meg kellene, csak nem így kéne felfogni, hogy te felfogtad volna. Hát, szerintem te kicsit túlstresszelted, igen. Szerintem én hiszek abban, hogy minden hírt egyrészt fenntartásokkal kell kezelni. Megnézhetek ki írja, ugye Origo. Még nem is az, szerintem inkább próbáld meg a saját aktualitásait szerint levonni belőle a konzekvenciákat. Én ebben jobban hiszek, de szerintem az, hogy tisztában vagyunk az aktuális történésekkel, az nagyon fontos. Elég egyébként, megmondom őszintén, hát hogy... Hát oké, az oké, de nem kell minden izi robbantásról tudnod. A legdurvábbak, mert mindig el van túlozva, azért oda kattints. És látom, hogy nem is kattintok rá, igen. Tehát amikor kiérződik már, most azért annyi tapasztalatotok van csak mindenkinek szerintem, hogy látsz, hogy mennyire hatásvadász, meg egy semmit mondó cikk lesz belőle. Tehát én most már tényleg 4 év olvasom ezeket, így már látom, hogy ebből a viccet tudom fejteni, tudod, hogy ebből a cikkből csinálsz egy főcímet, meg ebből a főcímből csinálsz egy cikket. És így már köszönöm szépen, ebből nem kérek. Na mindegy, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fontos változás volt.
ez tényleg az egész családi légkörre, ez egy nagy pozitív befolyással bírt, illetve próbáltuk ezeket a kis mindennapi örömöket, pillanatokat megélni otthon. Ha nem jött össze ez az egészség szempontjából a mozgás, de a kajánál is sok változást eszközöltünk be. Tehát ami honnan ezt is a részét illeti, tehát az mindenképpen jó. Nem is tudom, mit tudnék még egyébként így kiemelni. Igyekeztünk tényleg meglépni ezeket a kis apró örömöket, és koncentráltan, vagy fókuszáltan pihenésre is, és a kikapcsolódásra is időt juttatni. Nem egészen annyit, amennyi, ami talán még beleférne, vagy jó lenne, de hogy azért ez egy jó út, én azt látom. Emellett volt egy pár fejlesztésünk is, technikai, ezeket jövőre is fogjuk mindenképpen folytatni. Van egy-két újdonság, amit így kipróbáltunk, ezekre majd külön szánok egy ilyen kis külön szösszenetet. Meg nagyon szerettem volna elindítani egy YouTube csatornát, ami ezekkel a mikrofonos, videós, podcastes, videóvágós témákkal foglalkozik. Nagyon sokan rágják a fülemet videóvágós oktatóanyagok miatt is, ezeket mindenképpen fogom csinálni, mert már nem tudom tovább húzni. Tehát, hogy van több srác, aki egyszerűen már a véremet, meg a fejemet veszi, hogy neki azonnal kell az anyag. Más nem följönnek ide, és akkor itt beülnek a szobámba, tehát, hogy tehát most már el vagyok fenyegetve. Tehát ezeken mindenképpen majd haladni kell. Jövőre mindenképpen a pihenésre egy kicsit nagyobb fókusz szeretnénk rakni, mind a nyaralás, mind egyéb ilyen dolgok. Egyébként kell, muszáj. Látom a pozitívumot, hogy mennyi minden tud számítani egyébként. Amit én még látok még ilyen nagy változásnak, hogy az egyéni vállalkozói, a szabadúszói létből egy cég felé terelgetni magunkat. Ez egy baromi nagy változás egyébként. Nem is gondoltam így ennek annak idején, hogy teljesen más mindsetet igényel egyébként a kettő. Mikor ezt elkezdtük is stúdiózni, én nem is akartam ezt meglépni, én nagyon jól tudtam, hogy ez mekkora szemléletbódbeli változást, meg szellemi változást igényel, és nem is akartam meglépni, de most már mind a ketten ezt az irányt választottuk. Tehát kíváncsian várom, hogy ezért mivel fogja ez magát kifejlődni. Jól hangzik. Uh-huh. Kíváncsi leszek én is. Még annyit, nem tudom, ti voltatok-e már vendégszerepelni. Volt egy üzleti podcast, amiben elhívtak, illetve van egy játék, a Votról másképp csatorna, aha, ami a World of Tanks-nek az egyik ilyen rajongói podcast csatornája, és ott voltam egy pár szor műsorvezető. Wow. Tehát, hogy amit akartam mégis, ezt gyorsan közbe szúrom, hogy van egy ügyfelünk, ugye, ő telekomos, és a műsorvezetőjük, ő nagyon sok podcastünkben szerepel műsorvezetőként, mindenféle témában, és ezt én még látom magam előtt egy ilyen ezt el tudnám vinni bármeddig. Tehát, hogy akkor 90 éves koromban én beülök, és lenyomok egy műsorvezetést egy podcastben valamilyen egyéb témában rákészülve, akár hozza vendégeket, tehát, hogy én ebben látok egy ilyen karrierutat, amit nagyon szeretnék majd egyszer megjátszani. Szerintem ez nem 2024-ben lesz, de hogy ezt így dédelgetem magamban. De nagyon sokat kell hozzáfejlődjek, csak ez nagyon, nagyon megtetszett. Erre volt egy kis rálátásom ebben az évben, és keresem majd ezeket az alkalmakat, ahol ezeket vagy elő tudom majd hozni. És kapunk érte egy licenszdíjat, hogy így licenszelhetnek téged, így kölcsönvehetnek? De ezt majd a Sándorra megbeszéljük. Na, itt, benne volt az áradékban. Jó, tehát, hogy ezt akartam még hozzáfűzni. Gábor, egyelőre 2023, vagy még gyűjtesz egy kis energiát? Én még gyűjtök energiát, Viktor. Viktort hallgassuk meg. Jó, hát nekem 2023 az, ha például anyagilag vizsgáljuk, akkor ilyen felívelő tendencia van jó ideje, tehát hogy évek óta. De hogy neked ez hozott egyébként nettó profitban változást? Persze. Mert nálunk nem. Tehát ezt még adás előtt beszéltük. Á, igen. Ebből a négy stúdióból ez egyébként a nyár az nagyon durva volt. Tehát a fotostúdiós, az talán itt az év végén megint kihozta egy nullára, de hogy nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy nem fog, ez mínuszba marad ez a történet. Elkezdtünk Google reklámozni például a belvárosit, az egészen megdobta, de ugye hát elég sokat elvitt a reklám is, meg nem vagyok jó még a PPC-ben. Fogadtunk föl egyébként szabadúszót, aki ezt csinálja, de nem voltam teljes mértékben megelégedve, nem éreztem a kontrollt, tehát úgy látom, hogy ebbe is majd egy picit az elején több energiát kell rakni, és a később valaki más is fogja csinálni, nem tud megúszni azt a lépcsőt, hogy ezt az elején nekem jobban át kell látni, más nem azért, hogy egy kicsit jobban érezzem azt, hogy van valamiféle irányításom fölötte. És nálunk hiába dupláztuk meg egyébként a bevételünket, ez semmilyen anyagi biztonságot nem hozott, tehát kb. El is égettük azt a pénzt.
Tehát mindezekkel az új kollégákkal, az asszisztenssel, a reklámmal, a fejlesztésekkel, meg hogy alapvetően, és a legnagyobb költség egyébként, az a kis családunknak tehát fönntartottuk az életszínvonalat, meg talán egy picit emeltük is, ami a kajákat illeti, hát akkor és az nagyon sokat elvi. Tehát az valami brutális. Tehát nem tudom, hogy ezt ugye beszéltük, hogy nálatok mi a helyzet, meg a hallgatóknál nem tudom, ez mennyire néztétek vissza, amit a kajára, meg étkezésre, meg ilyenekre költöttetek, de az nálunk egy szignifikáns, ami eddig egy jelentéktelen akármi volt a többi kiadás mellett, az most egy igencsak vaskos szemmel változott. Na mindegy, tehát ott tartunk, hogy hiába. Annyi van, hogy a sok munkával ugye azt értük el, hogy nem csökkent a bevételünk, viszont én látok potenciált azért 2024-ben, és nem is annyira a fotózásnak abban a részében, amiben a legerősebbek voltunk. Én azt látom, hogy megint váltanunk kell, és az üzleti irányba kell majd egy kicsit fejlődnünk. A fotózás téren is, meg a fotostúdiónak a targetálása irányába, illetve mindenképpen, ami nagyon elindult, az, hogy a cégek elkezdtek ráérezni arra, hogy kell nekik a minőségi online tartalom. És hogy ezt, aki le tudja nekik szállítani, akár podcast, akár videó, akár imásfilm, akár csak egy ténylegesen minőségi fotó, vagy egy weboldal, Gábor, erre baromi nagy szükség van, és aki talán már lehet, hogy későn ők kapnak észre, de én mindig azt látom, hogy ha erre nem szánnak időt, energiát, akkor már mindegy. Hát. Aki marad, az annak ezzel számolnia kell. Nálam egyébként így a bevételek, tehát hogy tök jó, hogy idén először maradt tartalékom, olyan, amihez nem nyúltam hozzá idén, például az utóbbi negyed évben szerintem, azt hiszem igen, szeptembertől már a YouTube fizetésemet se kértem ki, hanem beállítottam, hogy majd januárban bőven ráér, szóval így tök jó. Eddig mindig kinulláztam magam egy nagy-nagy fejlesztéssel, így nyár végén, és most nyár közepén fejlesztettem, úgyhogy meg se éreztem nyár végén azt, hogy vettem egy új Sonyt. Jó, de azért mindig más, mint az iMac volt. Hát más. Nyilván. Az a stúdió azért az összegben. Ja, igen. De akkor is, most például Black Friday-kor volt pénzem, mert eddig mindig az volt, hogy Black Friday, ott voltam kb. Nullán, most azért volt, szóval. Sőt, még van, ugye, le nem hívott tartalék. Ja. Jó. Úgyhogy ez a része, ez jól alakult. De nagyon nagy változások voltak nálad mondjuk a saját csatornának a követő számában is. Hogy indult a január? Mondj egy számot. Milyen feliratkozóbázis volt? 17 ezer talán. Ha, basszus, hát majdnem. És most? 44. Ezzel ja, hát most a végén picit leállt. Ez egy háromszoros szorzó. Jó, sok minden változás történt itt a sorccal is, meg minden, tehát ezt még a nagy csatornák is csak szedegetik össze magukat, hogy úristen, mi történt. Szóval ez a végén picit így tényleg elhalt, de az év meg jó volt, szóval egy YouTube szempontból. Nyilván rengeteget dolgoztam, azon jövőre majd csiszolni kell, hogy picit kevesebbet, meg picit többet pihenjek. Több YouTube, kevesebb munka. Igen. Te tényleg? Nem. Kevesebb YouTube, meg kevesebb munka, meg több pihenés, úgyhogy lényegében ennyi. Milyen volt az év egyébként? Mik voltak az új munkák? Vagy volt egyébként olyan, amit előző évben nem csináltál? Vagy? Most az esküvő teljesen más mennyiség volt, igen, mint tavaly. Most több volt. Igen, meg a social tartalomgyártás, TikTok, YouTube, ezek jöttek be idén, és ezek nagyon jó. Meg a tanácsadás. Igen, meg a tanácsadás is, az is tök jól ment, tehát így maguktól is jönnek az emberek, úgyhogy lényegében ezek jöttek be, azt hiszem, igen. Esküvőből kevesebbet akarok jövőre, sok volt. Jaj, de igen, most jut eszembe, tehát ugye, amit ugye tavaly csináltál sokat, az a verkvideó volt, ami idén meg szinte már nem is, ugye? Igen, mert idén meg átkerültem másodoperatőrnek, és csak az ilyen nagyon nagy produkcióknál verkeztem, ahol mindenre volt ember, meg engem is verkezni hívtak, de ja, így... És akkor bejelenthetjük már, hogy verkest keresel, meg hát majd lassan verkest, meg vágóasszisztens, igen. De a verkes az még bőven odébb van. Az nem létszükség. Na, kölcsönadom azért drónt, hát, ha segít verket csinálni. A jövőre nézve meg igazából mondom, kicsit többet kéne pihenni, meg kevésbé túlvállalni magam, meg egyébként felírtam magamnak ilyen nagy tanulságokat, amik szerintem sokak számára ilyen alapvetések, tehát hogy nem idén tanulták meg, hanem már jó régóta. Az egyik például, amit jövőre gyakrabban kell csinálnom, gyakrabban kell nemet mondanom. Ja, hogy értem, aha. Mindenre, tehát így munkákra, akármire. Nem elég ez a pénz, amit ajánlottál. Igen, itt jön a következő pont, hogy nem kell elvállalni azt a munkát, ami keveset fizet,
vagy ahol egy köcsög a megrendelő. Most így finoman fogalmazva. Ez fontos. És nyilván mindkettőt azért, mert egyik sem szükséges. Tehát az, hogy kicsi pénzért, és ezt már évvégén elkezdtem alkalmazni, hogy kicsi pénzért azt mondom, hogy nem, kösz. És nyilván úgy gondolná az ember, és mondtam is, beszélgettem egy vállalkozó ismerőssel, hogy ugye mindegyik ilyen nagy beruházás után úgy voltam bele, hogy ezt vissza kell termelni, és akkor mindenre igen mondok. Aha. És hogy mondta, hogy nem szabad így hozzáállni, mert az egy munkaeszköz. Hát addig, amíg egyedül te vagy, szabadúszonként dolgozol, neked is 24 órád van, és az egyik projekt elveszi a másik kerül a munkát, meg, meg az agyvizetet fölforralja, addig ezt nagyon-nagyon tudatosan és máshogy kell szemlélni, igen, kettőt hátra kell lépni. Ja. Úgyhogy ez még egy ilyen pont, aztán nem szabad túltolni a dolgokat. Szóval van de, egy csomó... Nem, nem szabad de. Fullba nyomni a kretén. Csak fullba lehet nyomni. Mennyire beszéltek? Hogyha megcsinálok, mit tudom, 3 hónap alatt megcsinálok 6 hónapnyi YouTube videót, ja, értelek. Tehát, az a túltolás, viszont a 6 hónapnyi YouTube videót meg tudom csinálni 6 hónap alatt is, szóval fölösleges előre rohannom, és gyorsan ledarálni például a YouTube videónkat, vagy bármi mást így megpörgetni, de amikor... De az már nekem nem fullbetolás, az már a, ez a kreatív... túltolás. Nem, az a... Nekem az már, amikor overkill-ezel. Hát ez tök fölöslegesen. Én túltolásnak hívom, hogy szétpörgetem magam egy bizonyos időszakba, és utána csak nézek, hogy mi történt. Mert az, hogy maxon járatod magadat, meg hogy mindenből ki akarod hozni a legtöbbet, én azt hát az oké, de az más, én a túltolásról. Aztán mi van még? Igen, például van olyan, hogy azt is felírtam, hogyha valami projektet el akarok kezdeni, és egyedül is el lehet, akkor nem kell másokra várni, mert most például vannak olyan ilyen szerelemprojektek, például a zenélés az ilyen volt idén, hogy folyamatosan vártam valakire, akivel együtt nyomjuk, és nem jelentkezett, és így nem lett belőle semmi. Tehát, mi lesz idén? Lesznek új VMX videók? Hát azt nem merem kijelenteni, hogy lesznek. Én szeretnék. Én már nagyon várom. Nyilván most majd meg kell pörgetni ezt. Meg fogom nézni a Spotify lejátszás listámat, de szerintem top listás vagy benne. Van annak kíván is ilyen. Igen, mindjárt megnézzük. Igen, aztán van még egy, amit mondtam is az előző, vagyis az évad záróadásban, hogy ha pihenni kell, vagyis ha pihensz, akkor pihenj rendesen. Aha. Mert azt is csináltam, még év eleje fele, meg közepe fele, már mondjuk közepe fele nem igazán pihentem, de hogy úgy pihensz, hogy közben még megcsinálod ezt, még utána megcsinálod azt, és akkor a szabad napodon, igen, a szabad napodon ugyanúgy dolgozgattál, és nem kapcsolódtál ki. Nekem a legjobb volt ugyanez, tehát amikor a vállam bekrepelt, és eljártam úszni, meg masszírozni, akkor ugye kint hagyok mindent értelemszerűen, ja. Telefonsat, nincs nálam semmilyen kütyű, és az a másfél óra, amíg ott voltam benne, az baromi jó volt. Tehát hát... az akkor tényleg semmi, kis gondolatom összeszedtem, bugyogok a gyógyvízben, várom az időpontot a masszőrrel, aztán megyek szaunázni. Te nem valamit ígérte nekünk egyébként a 2 nap között? Ugye tényleg, de náltad is felejtettem, basszus. Ez a másik fel egyébként, hogy az nem változott, tehát az agyam olyan, mint a szita, de majd akkor emlékeztessed. Tényleg el kéne mennünk akkor egyszer, elmegyünk szamulázni. Most megyünk innen. Jó, én ráérek. Nekem meg kell állnom az adást. Ja, megvágod ott a vízbe, az kész. Ja, hozd az M1-et, aztán. Tudod, van egy ilyen youtuber, aki mindenhol vágja az izét. Telefon nem tudsz vágni? Zacskóval hozzuk, beugrunk a stúdióba. Ne, beugrunk a stúdióba, ne jön a zacskó, és akkor ott majd ott lesz a medence mellett. Ja. Ott lehet kapni fürdőgatyát is, Gábor, ha nem hoztál. Akkor. Minek az? Na, és tényleg úgyis izé van, naturista nap van most. Vagy derekamra kötöm, aztán Még egy utolsó, hogyha kell valami eszköz a munkához, van rá pénzed, akkor egyrészt ne sajnál, és vedd meg most azonnal, szóval, hogy... Azt nem, most azonnal ne, inkább realitást nézd azt, hogy mikor hát van nyilván, jó opció nyilván, rá, mert fölöslegesen dobálsz ki pénzt az ablakon. A most azonnal alatt azt értem, hogy ne várj arra, hogy mit tudom én, majd olcsóbb lesz, vagy mit akciós lesz, vagy akármi, nyilván, ha van rá pénzed... Én ebből a Viktorra helyezok, mert oké, szép dolog az akció, amikor például csak azért váltott 107-4-re, az egy más dolog. Hülyének is megéri. De ott nem is volt terve. Igen, az, hogy összekapartad pillanatok alatt, de hogy amikor azt mondod, hogy ez egy munkaeszköz, és nem válasz a munkákat, vagy nem úgy tudod elvégezni, akkor az a kieső pénz, és lehet, hogy 2 hónap múlva egyébként ott fogod a fejet, hogy ó, basszus, volt rá 130 ezer visszatérítés. De azóta megcsinálta 3 munkát, amivel az már rég megvan. Én például most a lámpákkal vagyok így, hogy vártam arra, hogy majd összeszedem szponzorációba, vagy valami csoda történik, és
nem szabad megrendelted. Várni. Nincs, és megrendeltem, nincs és nincs készleten, szóval. Mindegy, a lényeg, hogy megrendeltem, és nézegettük, hogy van olcsóbb is másik márkától, és hogy lehet, hogy az kéne, de nem. Szóval, hogyha most van rá pénzem, és megtehetem, megengedhetem magamnak, akkor meg kell venni most. Szóval, hogy ez inkább magamnak írtam fel ezt, mint másoknak ezt a ponton, hogy ne, jó, nem szabad akkor, rá várni. Akkor a zenét azt nem mered megígérni, de hogy hát van esély, akkor folytatod a YouTube csatornát, és nem beszéltél a podcastról. Hát a podcastet be kéne indítani rendesen. El fog férni? Tehát esküvő, céges videók, TikTok videók, és mellette a saját csatornád, és még mellette akkor a podcast is. Meg a pihenés. Meg a többi idő magadra. Szóval beszélj a kínaiakkal, tudnak-e már klónozni téged, mert igen, egy 3-4-et így gyártsanak le gyorsan belőle. Mert nálam megvan a terv, tehát hogy azért én komoly erőlépést fogok várni attól, hogy bejönnek szabadúszók a mi segítségünkre. Ugyanis én a legbénább abból vagyok, amikor valamit repetitíve, pontosan, nem megy a pontosság. Így is egy csomót én is fáradt voltam, stb. Nem váltom át a kamerát, kivonatva bélben nem tekergetem el, nincs időm megnézni. Sürgetnek a felvételei, kezdjük el, mert menni kell utána, és én is hibáztam egy csomót. Ebben nem vagyok jó. Ezeket hát le kell adjam, és rá kell fókuszálni arra, hogy jó vagyok. A podcastet nyilván nem én akarom majd megvágni. Szóval a vágás részét kiadom, meg nyilván nem lesz két hetente rész, meg hetente, hanem mit tudom én, havonta. A YouTube-on meg szeretnék több live-ot, amire rá kell vennem magam, de ott meg kevesebb videót akarok, mert túl toltam már idén, és inkább kevesebb, de jobb videókat szeretnék. Azt meg egyszerűen nem tudom kiadni, szóval... Reggeli műsor, esti műsorra valami idén legyen. Hát esti műsor. Aha. Szóval igazából meg esküvőből kevesebbet szeretnék most. Kíváncsi leszek, hogy egy év múlva, amikor visszanézed, hogy kevesebb esküvőt vállaltál, és az valóban kevesebb volt, akkor ez pénzügyi kiesést fogja neked jelenteni. Szerintem nem, mert helyette csinálok mást. Nem biztos, hogy be fogod tudni hozni az összeget. Szerintem be. Tehát most már a vágásért nagyon sok pénzeket kifizetnek, és kérik azt a kreativitást, amit esetleg egy drágább vágó hozzá tud rakni. TikTokkal szerintem nagyon, nagyon nagy jövő van, és abból szerintem arányaiban kreatívabb is talán, vagy azt mondod, főleg a te szemeddel nézve abban több kihívást lehet, és abban mindenképp több pénz van egy mit tudom én, bevállalsz mondjuk plusz 3 céget TikTok készítésre, mint mondjuk elmész nyáron esküvőzni. Igen. Biztos, hogy többet fogok keresni, ha csinálok helyette más. Nem kíváncsi leszek. Meg munkaórában, tehát most az például... Az a baj egyébként a Viktorral, hogy nem kéri olyan... el. Tehát amit ő összeszenved az a baj, hogy nem... Én cinematic más... lookkal, ő azt nem kéri el. Tehát az sajnos az annyira nem lehet bevállalni. Én máshol látom a sztorit, és elmondom, hogy miért hát más a gondolkodásom. Egy napig keresem a zenét hozzá. Szóval... Én azt gondolom, hogy egy esküvő az azért egy jobb megoldás, mert hogy előre tervezel úgy, mint például én, akkor van egy minden hónapra egy fix olyan bevétel, amire tudsz tervezni. Hát nem minden hónap, májustól októberig, vagy szeptemberig. Relatív, mert nekem február óta vannak esküvőim idén, és fotóztam 30-at, azt hiszem, vagy 29-et fotóztam. Attól mikor adod át az anyagot, mert akkor viszont, szépen még tovább is tud tartani. Én viszont azt fenntarthatómnak látom, amit már ugye idén, vagy igen, ha jövőre jön ki az adás, igen, akkor tavaly. 2023-ban szóval segítek. Tavaly, kb. Tavasz környékétől indultak be ezek a TikTok, meg marketinges, meg akármilyen videók, és azok havonta visszatérnek, mert muszáj a TikTokon jelen lenni mindig, meg a YouTube-on is jelen lenni mindig, és visszatérnek, és az januártól decemberig visszatérnek. És egy forgatással meg van egy esküvő ára. Szóval, ha azt nézzük... Azt nézzük, hogy olcsón adod az esküvőt egyébként. Tehát, hogyha mindig igen, az lenne, amit a Gábor, nagyon olcsón Gábor adom mond, az esküvőt, Gábor igen. Mond, igen. Akkor abban de is nyilván lenne ráció. Idén azt is emeljük, szóval, hogy az esküvők árát is ugye emeltük. Ezen még gondolkozok, hogy meg a quality-t is emelni szeretném. Aha. Úgyhogy az új Jobbikkal. Hát neked az óriási fejlődés lesz szerintem. Ja. Meg vannak most már, vagy lesznek lámpáim, ha lesznek készleten. Mire kimegy az adás, addigra valószínű megjönnek. Ti hogy álltok az árakkal? Esküvőt azt mindenképp azt mondtad, hogy emelsz. Többi vágás, a többi, operatőri díj. Többi jó amúgy, amit tavaly elkezdtem, csak tartani kell, és mindig be kell mondani. Idén is volt, vagy tavaly is volt olyan munka,
aminél így gondolkoztam, hogy biztos nincs ennyi pénzük, meg picit ismerősök, lejjebb viszem, és ott ültem, hogy miért csinálom ezt, szóval, hogy miért alkudom le már a az e-mail írása előtt már lealkudtam a pénzt. Ez ismerős nekem is. És ültem ott, és nem, hát akkor majd megírják, hogyha sok, ha sok, akkor nem, engem hívnak. És kiadtam, és mondták, hogy oké. És így ültem ott, hogy hát igen, a rendes áron megyek, és tök jó. Szóval igazából, ha tudom ezeket tartani, és amit évvégén elkezdtem, hogy a kis dolgokat kiszórtam, tehát mit tudom, megkerestek valami grafikával, és akkor mondtam rá egy olyan összeget, amiért talán megéri nekem, és nyilván sokalta, és mondta, hogy akkor nem, köszi. Ott nem pakadtam sírva, hogy úristen, most elment valaki, és nem nálam költi el a pénzét, mert tudtam, hogy helyette csinálok valami mást, ami jobban megéri, mondjuk felveszek egy YouTube videót, ami hosszú távon sokkal többet fog hozni, mint az az egy munka. Szóval én ilyen mindsettel próbálom most majd a jövő évet csinálni. Csak gyorsan Gábort mi megkérdezem, de tárak szintjén 2024-re tervezel? Én esküvő árakat megemeltem már, egész jól is csináltam, én 11 esküvőt már beírtam jövő évre, nekem annyi fix már. Annak ellenére, hogy az árakat megemeltem már, tehát hozzá kell tenni, hogy én egy olyan 40-50 ezeret emeltem a tavalyi évhez képest, hogy viszont nagyot emeltem, egy 30%-ot körülbelül, vagy 20%-ot, 20%-ot. De nézzük a másik oldalt is azért, a költségeitek. Hát most relatív, mert ugye én bevásároltam rengeteg objektívet, gépet, mindent megvettem, úgyhogy nekem most azért egy elég nagy idejében, csak ebben a 2023-as évben szerintem, hogy a 3 milliót költöttem körülbelül. Tehát azért viszonylag sokat költöttem a technikába, de úgy érzem, hogy ez kellett ahhoz, hogy azt a szintet, amit én elképzeltem magamnak, azt tudjam hozni. Az más kérdés, hogy nagyon sok mindenbe kell még fejlődnem, és most bennem van az, hogy a 2023-24-es évben néhány oktatásra el kell mennem, és nem azért, mert hogy hülye vagyok, hanem egyszerűen valakinek a látás módjából kegyülre ám ragadjon, mert annyira be vannak így az agytekérvényeim állva egy irányba. Frissíteni magadon. Frissíteni kell a szoftvert egy kicsit, mert nézem magamon, hogy... Az, hogy amit fogyasztasz, Gábor, hogyha nem fogyasztasz ilyet. Az a baj, hogy őszinte leszek, elég sok oktatást megnéztem, és kaptam információkat olyanokról, akik voltak már egy-egy oktatónál, és nagyon-nagyon negatív visszajelzéseim voltak sokszor. Tehát, hogy így nagyon nehéz eldöntenem azt, hogy érdemes-e oda elmennem, mert nem a pénz miatt, hanem hogy nem akarom azt, hogy kifizetek valamire egy valak pénzt, ami most oktatásban szinte egyik se olcs, azt tegyük hozzá, de hogy nem akarom azt, hogy igazából nem adnak hozzá semmit sem az én tudásomhoz, hanem elmentem elkölteni egy csomó pénzt, és elmondottam magamról, hogy voltam XY-nak az oktatásán. Az időt, ami még drágább. Hát mindegy, azt most nem is nyitom meg, de hogy ezen nagyon el kell gondolkodnom, úgyhogy egyelőre még nem tudom, hogy hova, meg miként, de vannak egy ötleteim, de majd ez még kiforja magát. Viszont az biztos, hogy költenem kell ilyenre is, mert egyszerűen azt látom, hogy a Photoshopban a technikai tudásom nem rossz, lehet, hogy még van hova fejlődnöm, ami még egy kicsit hozzátenne, de inkább szerintem csak inkább ilyen könnyíteni a dolgomat, a fejlődést. Tehát nem biztos az, hogy időben kevesebb lenne, hanem itt máshogyan csinálna meg, és lehet, hogy ez könnyebb megoldás lenne. Úgyhogy ilyenben tervezek majd fejlődni, meg hát nyilván most gépparkot megvettem, amit szerettem volna, és amire én használom, arra ennél jobb szerintem nem kell optikákban szintén. Most itt persze lehetne költeni a Canonnak az RF objektív szériájára, és akkor lehetne költeni még egy 30 milliót, hogyha nagyon akarnék, de nem látom értelmét különösebbképpen. Úgyhogy... és rögni fogsz, ez lesz a másik egyébként a jövőre. Erre is kell költened, igen. Tehát azért ez nem ellenhagyogott, nem csak az üzemanyag változott azért, nem nagyon sok minden más. Autó... szervizköltségek is, nem tudom nálad mi van, de... Brut 35 ezer per óra. Tehát, hogy ezért nagyon sok kaja is, tehát én azt mondom, hogy nem tudom, Viktor, ugye ezt melyiket néztette is bele, hogyan számoltad a költségbe, de hogy ezen gondolkozok, hogy nagyon brutál meg kéne emelnünk a stúdiónak az óradíjat ahhoz, hogy abba merjek reménykedni, hogy jövőre az rentábilis lesz, főleg itt a nyarakat beleszámolva. De ezt meg nem tehetem meg, mert akkor meg tényleg ugye vannak kényeztetve itt a fotósok azért Budapesten, van bőven opció. Lehet, hogy megpróbálok megint egy ilyen nálunk ilyen láthatatlan 1000 forintos emelést, nem szerintem tudom, mit szólnak hozzá. Csinál. Szerintem nem bérletet tudom. Adják ki az embereknek, hogy akik jönnek folyamatosan, akik egy jó bérlet árat. Az sikeres is volt. Tehát ez még szeptemberben jönnek az új karácsonyi díszlet, akkor az eléggé megpörög. Amire most fókuszálnunk kell majd az a belvárosi stúdiómat, azért tényleg a kapacitás az bőven van, és ott nagyon nem közelítettük meg. Ebben az évben abban tudunk fejlődni. Itt a Kertvárosban meg a karácsonyi szezon visz, a nyáron meg kutyas egyet fotóz is ahova, tehát hogy ez egy érdekes dolog. Persze, hát az is lehet, hogy visszatérünk arra, hogy nyárra kitalálunk egy másik árat, nem tudom.
majd meglátjuk, ezen még gőzerővel dolgozunk. Hát vagy kitalálsz mást, amire hasznosítani lehet a stúdiót. Hát ami ugye az oktatások, workshop, az oktatás az egyik, meg mondjuk nyári tábor még, ami még a Covid előtt indult volna. Ezt nem csináltad meg idén, és azt nagyon kellett volna szerintem. Ezt beszéltük egyébként még ilyen tavasz környékén. Nem fogom már én megcsinálni, tehát az most nem fog beleférni nekem idén a fejembe, az nagyon stresszes. Ez a baj, hát arról már mi is beszéltünk. Csak mindig valakit, úgy kerestél meg, hogy nyár előtt egy héttel, és akkor... Találok valakit, akinek van akár tapasztalata is bevállalja, vagy pedig tényleg lát magában annyit, hogy elvisz egy ilyen 8-10 főnyi gyerkőcöt egy héttel valamilyen fotós, videós, tartalomgyártós témában, akkor keressetek meg, de ez a Viktornak is áll az ajánlat. Ebben látok fantáziát, főleg itt nálunk azért a 16. kerületben, így itt van, a lokációban nagyon jók, tehát hogy itt van a Kistarcsa, itt van akár, tehát hogy ez a környék, ez tényleg arról híres, hogy itt ez a kertvárosi millió. Itt nagyon szeretik a táborokat, akarják is értelmes táborba küldeni a gyerkőcöket, meg szerintem igény az mindenképp van rá, csak eddig nem mertem lépni. És úgy is, hogy nem ment a weboldal, már 3 éve nincs frissítve, minden évben 4-5 jelentkező van, akit egyelőre elküldök. Tehát mindenféle reklám. Az a baj ezzel amúgy reklám. Nekem csak, hogy nyáron van. Lenne mondjuk februárban, szök jó lenne, mert akkor hát úgy nagyjából ráérek. Ez ilyen sajnos. Hát, igen. Kettő dolgot nem mondtam még egyébként, amit szeretnék. Mindenképpen ezt a csatornát, ezt el akarom indítani. Annyira várom már, egy csomó ismerőstől hallom, hogy majd majd elindítom, még ez nincs meg, még az nincs meg. Annyira várom, hogy már valaki végre elindítsa, hogy tudjam nézni. Januárban ezt már megcsinálom ezt a részét, tehát hogy az már tuti. Meg hát ami lesz majd rendezvényünk, az arra is ugye a videót, azt majd januárban egyeztessünk, hogy nekem ott kéne kis segítség, egy kis dinamikus kameramozgás, amit kitaláltam. Jó. Azt majd ahhoz vegyük fel. A Gáborra mindenképp szeretnék még együtt dolgozni, ami eddig nem valósult meg. Tehát az meg egy ilyen, meg igen, jó lenne esetleg három el valamit. Igen, magammal most már. Valamit kitalálni. Na, valamelyik esküvőre vigyük el, amelyiken én is ott vagyok. Jó. Oké. De tényleg. Hát simán. Neked, Viktor, akkor ezeket a terveket így kimaxoltuk? Mikor lesz autó? Ami még terve van egyébként, hogy valahogy a YouTube csatornát így formálni akarom. Nyilván idén már, aki nagyon nézte a csatornát, az láthatta, az ilyen klasszik tutoriálok, azok így kikoptak. És igen, de átmentél a szórakoztató izében. Tehát ilyen szórakoztató. Kezdi pénzért adni a Viktorra. Nem, mert ugyanúgy nyilván vannak tutoriálok, csak hogy ez meg a... Sok a hír, meg hogy mi történt, meg mit csinálj az új algoritmussal, meg mi történt a sorccal. Igen, meg sok ilyen reakciót csináltam, hogy valaki csinált, mit tudom, TikTok veszélyeiről, most például pont mi volt a címe? Egy 444-es videóra reagáltam, ahol elmondták, hogy azt hiszem elrohad az agyad a TikToktól, valami ilyesmi volt a címe, és akkor arra reagáltam, és nyilván akkor hozzáteszed a dolgokat, tehát egy viszonylag szórakoztató formába belecsomagolod a tudást. És ezek az jó, is... csak ezek nagyon rákészülősek, tehát hogy ezben rengeteg munka van, ezt sokan nem is látják be. De hát amikor ezt a másikat is megcsináltad szépen, fő volt vezetve, volt egy narratíva. Jó, hát a vágás része sokat elvisz. Tehát hogy az akkor szépen össze van rakva, és az... Ja, de most idén így nagyjából körvonalazódott, sok youtuberrel is beszéltem, akik ilyen nagy régi motorosok, és mondjuk van több százezer feliratkozójuk, vagy nincs annyi, de nagyon régóta YouTube-oznak, szóval, hogy sok impulzusért, és sokan beszéltek a csatornámnak, például most ugye, hogy voltunk a Szérnagyáros turnén, ja, ott az is sok Gábor, ember Gábor, odajött. Gábornak azt mondtuk, hogy elment videózni a celebeket, hogy ott volt a... Mondj egy pár, őket nem ismerem. Just Widman, Puzsér, Fókuszcsoport, ki volt még ott? Pamputyáék is ott. Elmegy videózni, érted? A celebeket, és akkor a Viktor az ennek oda, hogy jaj, te vagy az a Szabó Viktor. Tehát durva volt, mert alig tudtunk ott dolgozni egyébként. Tehát, hogy igen, az első 5 ember az még így meglepett, hogy mi a franc, hozzám miért jönnek ide? Tehát, hogy senki nem is. És ahogy ittak, egyre többet az emberek, és tudod, egyre oldottabban voltak, és azért nem egy Radics Peti fizimiskán van, hogy ilyen nagyon könnyen felismerhető, nagyon jellegzetes, karakteres arc vagyok. Gondolod ezt te? Hát, de mindegy, és akkor, ahogy ugye ittak az emberek, úgy egyre inkább így oldódtak fel, és már oda mertek jönni többen, és akkor ebből álltam ugye a videózás, hogy néha így odajöttek, beszélgettünk, meg elmondták, hogy
nézem a videóid, meg volt, aki mondta, hogy szeretne is YouTube csatornát indítani, és akkor most még ott tart, hogy nézi a videókat. Először is baromira irigykedtem, tehát, hogy amit ott összehoztak a srácokkal, nem tudom, 800-an voltak a Grundban. Ja, 8-900. Egy after partin. És ez egy csatorna. Hát ez sok-sok év kemény munkája, embertől, szóval ez... Akkor is ezt így látni, hogy csak miattuk jöttek el, meg összehoztak fizikailag december akár hanyadikán, tehát 22. Karácsony előtt pár nappal, szóval jönne már ilyenkor, nem tudom, bulizni, meg mit tudom én. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon pozitív, nagyon lelkes és nagyon barátkozós csapat volt ott, 800 ember, nem is csapat, itt mondjuk rá tömeg, és ezt így fizikailag megmozgatva látni, amikor az elején néztük, meg jártuk be a helyet, hogy tényleg 800-al lesznek, hát tudom, eladták a jegyeket, de hát hogy azért ez... Ne, én biztos teljesen voltam benne, hogy ez megtöltik. Fele nem jön el, én azt hittem. És ott őket ott látni, meg hogy tényleg mennyire mi jó, én vittem egyébként ezt a videó üzenetes szobát, ahol lehetett nekik üzenni. Nagyon meglepő volt, és ez nagyon jó látni egyébként, hogy tényleg ezek, ez van a háttérben. Tehát amikor csinálunk itt egy adást, lemegy, és akkor aki megnézni, az esetleg tényleg ilyen pozitív hatásokat tudsz valakinek az életére kifejteni. Ez nekem nagyon nagy pluszt adott egyébként. Tehát ez tök jó volt látni. Na mindegy, és mellette meg itt van, hogy a Viktor például hagyták dolgozni. Ja, de voltak olyanok, mint vettem valakit, és akkor mellettem hallom így nagy hangosan, hogy megvan ki vagy, és így felnézek, nekem szóltál, és akkor így mondta a haverjának, meg nekem is utána, hogy most már tudom ki, és azt beszélték, csak ugye én nem hallottam, mert figyeltem, hogy mit veszek. Szóval így voltak emberek, akik így nagy nehezen felfedezték, hogy ki vagyunk, vagy összerakták, hogy te vagy az, aki mit tudom, itt szerepelt, vagy ott szerepelt. Nem te volt az Éden Hotelben? Te mászkáltod mesztelő, nem? Mindenki tudta nagyjából, hogy honnan vagyok, meg mit csinálok. Na mindegy, és ezt így hozzáadva ahhoz, amit nagyobb youtuberekkel is beszéltem, így nagyjából körvonalazódott, hogy mi az a szerep, ami nincs Magyarországon, amit akár én is tudnék betölteni, és ami, tehát így kialakult ilyen küldetés, vagy nem tudom, az lehet ilyen túl nagy, túl hangzatos, hogy küldetés. Tehát kialakultak ilyen célok, amik mentén lehet csinálni tovább a YouTube csatornát, és ez nem feltétlenül az lesz, hogy beszámolok arról, hogy kijött egy új YouTube funkció. Nyilván azt is szeretném megtartani, de hogy mellette meg van egy-két olyan irány, amit szerintem képviselhetek majd itthon. Ezt a közös széloknál ezt majd mindenképpen ezt meg akarom említeni, hogy eddig csak tervezgettük, de hogy ezt tényleg meg kell lépjük, mert nekem ez nagyon tetszett, ezt a gyakor content rebelként is, akár rendezvényeket, vagy hát oktatásokat, jó dolog, valamit. Most már tényleg csinálnunk kell. Jó, oké, Viktor, köszönjük. Kevésbé vidám vizekre vezve. Még először nem mondom, milyen volt az év. Kevésbé vidám, amúgy nekem is van, azt nem tudom. Na. Én is volt. Hát majd a végén csinálunk egy nem vidám blokkot. Okay. De az enyém egyébként megoldódott, szóval. Hát nálam az év az egyébként az elvárásnak megfelelően alakult. Nekem volt egy tervem ugye az idei évre, hogy körülbelül mi az a pénzügyi terv, amit szeretnék hozni. Igazából folyamatosan túl lett teljesítve, úgyhogy abszolút nem voltam így elkeseredve. Ennek is volt köszönhető az, hogy ennyi fejlesztést tudtam idén véghez vinni, mert tényleg, ami megtetszett gyakorlatilag, vagy úgy voltam, hogy a munkámhoz szükséges, azért azt tudják rólam sokan, hogy én nagyon racionális beállítottságú vagyok. Tehát, hogyha valamit nem érzem szükségét, akkor nem fogunk megvenni. Mint például beszéltük, hogy tetszik az R3, de minek adja ki érte 2 millió akármennyit, hogyha egyszer tudom, hogy egy R6-tal is, vagy egy R6-2-től is le tudom. Hiába tudod kifizetni, mert hogyha nincs számottevő haszna nálad, akkor fölösleges. Semmi haszna nincsen igazából, mert ugyanazt le tudom fotózni egy R6-tal is. Rak bele a kocsit. Tehát, hogy... És hát igen, az idejében az arról szólt, hogy igazából volt egy terv, amit így felépítettem, nagyjából pénzügyileg kitaláltam, hogy hogyan kéne kinézni ennek az évnek. Maradéktalanul sikerült teljesíteni. És hát a sok fejlesztés mellett is sikerült egyébként teljesen ez nagyon durva. Új munkákkal igazából idén viszonylag ritkán találkoztam, bár volt sok rendezvény, amit fotóztam, de... Mindent csinálsz már eddig is, tehát nem nagyon tudsz olyan, igen, ami új lenne. Igen, nem nagyon lehet olyat mutatni, amit nem nagyon csináltam volna. Bár eddig a TikTok videózás az oké, csak nem videózol, tehát hogy... Egyelőre nem úgy, hogy ez egyelőre nem játszik. Ami fotó nem tudok elképzelni, amit a Gábor nem... Fotóztál például klipverket. Azt idén csináltad először, vagy? Nem, volt már előtte is, még 2015-ben, 4-ben, 6-ban, nem tudom, valami régen volt már. Akkor többet is csináltam, sőt, volt, én bedolgoztam, Viaszatnak verkanyagot videóztam, tehát hogy volt csomó, hát csináltam akkor már. Se új volt. Tehát nem volt annyira új, de úgy régenben csináltam már, és azért így jó volt egy kicsit ebbe is újra visszafolyni. És azért most nem magamat akarom fényezni, de azért egy-két kurva jó képességet megint csinálni, amit nagyon nagy örömmel fogadtak a
videón képeken szereplő személyek, úgyhogy így jó érzés volt ezt így átélni. Igazából az esküvői szezon az jobb volt, mint amire számítottam, bár az idei évben az esküvőjeim száma még ilyen március környékén 1-2-3 esküvő volt csak beírva, a végén meg lett közel 30, úgyhogy elég durva volt ahhoz képest, amit gondoltam elsőre, mert azt gondoltam, hogy nem lesz igazából túl sok esküvő, mondjuk egy 10-15-öt le fogok fotózni, aztán ennek a duplája lett lényegében. Úgyhogy az ilyen szinten több lett, és egyébként párok nagyon kedvesek voltak idén, tehát abszolút jó véleményem vagyok róluk. Hát azért nem mindenkiről voltunk nyilván, de azt gondolom, hogy az esküvőinknek a 99%-a az patika volt. Ja. Viktor is egy csomót dolgoztam együtt, és idén még kifogtuk a jó időket is, úgyhogy ja, jó volt. Egyébként így teljesen jó volt az esküvői szezon. Ahhoz képest egyébként az árakon olyan nagyot idén nem vertem, ahhoz képest a jövő évi emelésem az sokkal magasabbra sikeredett, és ennek ellenére nagyon sok esküvő van már írva, úgyhogy ennek örülök azért előzetesen. Sőt, a párok is elég kedvesek, eddig úgy néz ki, és akivel eddig beszéltem, az mind nagyon pozitív volt, meg örültek, hogy nem csak ajánlások alapján kapták meg az elérhetőségemet, ugye, hogy nem sok, nagyon sokan ugye az esküvőkről jelentkeztek, akiként dolgoztunk, és az nagyon jól esett, hogy úgy kerestek meg, hogy az érdekli, hogy akármilyen összeget mondottuk, csak mondjam, hogy szabad az időpont. Hm. Ez nagyon jó érzés volt. Aztán ugye jött a pihenő időszak, mert úgy döntöttem, hogy az októberi szezon, vagy októberi hónap lesz majd a pihenő időszakom, amikor majd az esküvőket kipihenem, mert ugye szeptemberben fotóztam. De melyik évben? Hát igen, fotóztam egy csomó esküvőt, és hát úgy volt, hogy októberben majd nem fogok esküvőt fotózni, mert október egyébként szeptemberben még nem volt beírva egy darab esküvőm se. Végén lett bel 5. És egyetlen egy kis esküvő volt benne, meg 4 nagy. Úgyhogy így meredek volt, és már október 23-án elkezdtem fotózni közben a karácsonyanyagokat. Tehát lényegében még nem végeztem az esküvőkkel, de már belefotóztam a karácsonyanyagokat. Úgyhogy elég meredekre sikerült, ezért volt az, hogy októberben lehetett elérni szinte semennyire sem, mert akkor meg még fotóztam egy csomó kismamát is, volt egy csomó egyéni fotózásunk, fotóztam egy csomó glamour anyagot, úgyhogy teljesen szét voltam csapva. És akkor elkezdett ugye a karácsonyi szezon, ott meg már megvoltak az előzetesek, hogy ki voltak bérelve a helyszínek, időpontok, minden le volt fixálva, fel kell tölteni a helyeket, úgyhogy ott volt egy ilyen stresszesebbik része a sztorinak, mert hát ez a tipikus, hogy hiába vannak lefoglalva a legszebb műtermek az egész országban, hát az embernek az pont nem felel meg, és amire az egyik azt mondja, hogy gyönyörű szép, a másik azt mondja, hogy full gics. De abban viszont én belátok egy pozitívumot, hogy ilyen szemmel keresik, és hogy ilyen vizuálisan próbálják magukat belehelyezni a környezetbe. Nem tudják belehelyezni magukat, gyönyörű műtermekkel is azt mondják, hogy ez húdagagyi, meg húdagáz. Oké, de hogy akkor van egy igényük, és akkor ahhoz keresnek valamit. Nem az a baj. Nem azt, hogy jó lesz ez pont a fotós, én azt mondom ilyet. Konkrét példát tudok mondani, idén az egyik legnegatívabb jelentkezőnk egy olyan személy volt, akinek megnéztem a 2022-21-20 és 19-es karácsonyi anyagait, és egy nyomtatott háttér előtt voltak lefotózva, ami olyan nyomtatott volt, hogy még a gyűrődések is, tudod, hogy össze volt hajtva a háttér, még az is látszott rajta. Igen, most bontottak ki a fotós egy-két héttel előtte. És annyira amatőr fotók voltak, hogy kicsapta a szememet, és konkrétan a Lightroom-nak a cream terme volt az, amelyik bementünk volna fotózni, és kapaszkodjál meg, elküldtenek a képeket, és full lesz ott, hogy ez undorít az emlőtel, hogy néz ez ki az emlőtel, ez a fehér ocsmány undorítóság, és úgy lesz volt, hogy egyszerűen csak döbbenten hallgattam. Basszus, hova mentetek végül ezek után? Sehova, mondták, hogy akkor nem tudok időpontot adni, viszlát. Gondolkodás nélkül lemondtam, tehát abszolút nem zavarnak az ilyenek, és az a baj vele, hogy mostanában elég sok lett az, aki kötözködik a műtermekbe, hogy hogyan néz ki. Az elmúlt években annyira sok lett az új műterem, és annyira próbálja mindenki oda tenni magát ugye a dekorépítésben, hogy próbálom különlegeset kitalálni, és ez sok embernek nagyon jól sikerül egyébként, még ha kicsi a stúdió, akkor is. És azért azt tudni kell, leszán, ugye? És azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan stúdió lett, és ez meglátszott egyébként a nagy stúdióknak a forgalmán is, hogy elvittek rengeteg kis családot, vagy rengeteg családot, azok a mini stúdiók. Most gondolj bele, hogy csak Budapesten a Covid alatt, amikor nem lehetett kimenni ugye a nagy stúdiókba, akkor elvittek a home stúdiók, mondjuk azt mondom, hogy 5-5 családot mondjuk egy szezonban, vagy 10-et mondjuk. De 2 év alatt beérett a munkáinknak a gyümölcse, mert most a 2 év után nyilván jobb dekorációt tudtak megalkotni, jobb képeket tudtak csinálni, jobban megismerték a saját kis műtermüket, és jobban meg tudták hirdetni, ergo nem 10, hanem 30 családot vittek el, de mondjuk lett, mondok egy számot, 100 új stúdió. Hát annyi nem. Ilyen picike? Országosan? Csak Budapesten. Nem. Biztos, hogy van. Fogadjunk, hogy van. 100%, hogy van. Hidd el nekem, ezzel biztos, hogy benne, hogy van.
ezer százalék biztos. Ők már voltak eddig is, tehát hogy nem arra gondolsz, hogy valakinek van egy saját stúdiója, és elkezdi kiadni mondjuk bérbe. De... Nem. Ilyen kicsi stúdiók, nagyon... ilyen 15-20-30 négyzetméteres kis stúdiókból rengeteg lett idén. Hidd el, iszonyú mennyiség. Ezeken nem jött szembe. Annyira sok hirdetést láttam, hogy egyszerűen szemem kiesett, hogy egy napi szinten 6-8 hirdetést láttam Budapestre, és folyamatosan minden nap volt fönt egy 6-8 full különböző full új. Tehát szerintem a 100 az a minimum. Az a minimum. Azért Budapest nagyon nagy, tehát meglepően nagy, az országnak az egy-egy része itt él, gondolj bele. Hát igen, plusz még itt az ingázóknak a száma. És higgyétek el nekem, hogy hozzáadhat egy milliót nyugodtan. Meg vegyük azt mondjuk, hogy itt van egy agglomeráció része itt a környéken, tehát ne csak Budapestet vett bele, hanem mondjuk Pest megyét, inkább így fogalmazok, és akkor azt mondjuk, Pest megyében egy 100 mini stúdió biztos, hogy lett. És ezek elvittek egyébként egy csomó fotózást, és nagyon sok embernek a munkáján, pontosabban a munkájának a mennyiségén meglátszott az, hogy nagyon sok fotós kisfotós, vagy kezdők, vagy ilyen mini stúdiósok elvitték a munkáikat. Én több fotóssal beszéltem, figyelj, átlag 30-40-50%-os visszaesésről beszélnek a tavalyi évhez képest. Úgy szinte mindegyik. Akárkivel beszéltem. Egy-két kivétellel, de olyan, aki tudatosan leépítette volna, mint mondjuk mi olyat nem találkoztam, vagy olyan nem találkoztam, én nem akartam annyit fotózni, mint tavaly, mert az valami elképesztő volt. És nem volt, pénzügyileg van értelme nyilván, de azért van az a szám, amikor már azt mondod, hogy jól lenne inkább pihenni, mint ezzel foglalkozni, és a tavalyt elértük könnyen. Tudom, hogy neked ez nem a gyengéd, de azért itt a kiégés, mint olyan, tehát ez itt most számolni kell vele. Tehát az, hogy azt kockáztatod, hogy két évig nem akarsz venni kamerát a kezedben, mert megcsömörülsz. Olyan nincsen. Jó, egy karácsonyi fotózás az nem kreatív munka. Itt ez egy darálós munka. Itt, de figyelj, én nagyon hiszek abba, hogy ha mondjuk lenne egy karácsony szezonban 5 darab fotózásom, akkor azt kreativitásra használnám fel inkább. De egy óra akkor sem elég rá, mert hogyha egy gyereket bevisz egy ilyen műterembe, 99% az esély annak, hogy ő nem fog odállni oda, ahova szeretnéd, és azt sem, amit mondasz neki. Nagyon kevés az a szülő, aki meg tudja úgy nevelni a gyerekét, hogy annak te bármit mondasz, és megcsinálja. Hú, volt egy ilyen, ezt nem tudom, mondtam, mert megjött a család, megjött a fotó. Mielőtt elkezdik a munkát, hogy bemegyek, minden rendben, fotós ismeri a vakukat, volt már, oké, jó, tudjátok, mit hol találtok, jön az anyuka, és minden gyereknek, három gyerekkel érkezett, egy-egy ilyen kis csokit. Csoki, aha, hát az kedvencem. És akkor így csukom az ajtót, jó munkát. Az kemény, igen. Tehát, hogy így az elejére. Tehát, hogy nem az, hogy akkor figyelj, kaptok utána, vagy a kocsiba, vagy mit tudom, mert szokott lenni egy kis ilyen pozitív jutalmazás. De ugye benyomjuk a cukrot meg a csokit a gyerekbe még a őzi előtt, hát ott a csilláró lógásra minden lesz. Ez így van. Hát figyelj, az attól megfogja a gyereket, hogy azt mondod neki, hogy ezt a csokit megkapod, hogyha jó kis fű leszel végig a fotózáson. De amikor az ennyi nagyják, neki már nincsen tétje. Nem csak, hát meg az ennyi. Meg összekennek mindent vele. Meg, hát attól én is féltem, de hogy mit csinál velük a csokit? Tehát pörögnek tőle, mint az állat. Ja, persze. Hát, az amúgy mindig ilyen... ezeket a munkákat sose irigyeltem. Az esküvő azt most mondott, hogy leépíted, akkor... Most is például, amikor nyomtuk a rendezvényt, ugye Roland volt az, aki fogadta az embereket, meg interjúzott velük, én meg ugye a rendezvény alatt mászkáltam, és vettem távolról az embereket, hogy beszélgetnek, nevetgélnek, iszogatnak, stb. És volt olyan, amikor mondjuk Roland elment kajáért, akkor én ott maradtam a bázisunkon, és bejöttek emberek, és így beszélgetni kellett velük, hogy hello, itt mi most interjúzunk, és akkor mindenki kiment amúgy. Szóval nálam nem jöttek interjúzni, de hogy ez a része nekem nem igazán. Mert a kommunikációban ezt képviseled. Meg ott bejön a családon, tordibálnak, veszekednek egymással, izi a gyerekek is szaladgálnak, hát igen, nem bírnám, hogy... És én erre jöttem rá egyébként, hogy nekem ez nagyon megy. Szeretem, azért megy nagyon, mert én ezt szeretem csinálni. Hát és tényleg érdekelnek az emberkék arra. Meg az emberi sorsok arra pillanatra. Igen, nagyon jó, nagyon izgi tud lenni, és ezért akarom nagyon átstruktúrálni, hogy mivel foglalkozom, mert ne olyat csináljak, amiben béna vagyok, hát igen. Plusz még ugye nagy a kockázat is, meg elmondtam valakinek, nem is szeretem, igen. De tényleg inkább az, hogy attól fosok, parázok, hogy elcseszem valamit, meg repetitív dolgok, hanem olyat, amiben a kreativitásomat egyrészt ki tudom élni, kettő meg, basszus, tényleg tök jó vagyok benne. Mert amihez nagyon értek, az, hogy ezt a feszkót hogyan tudom megtörni, hogy ezt a kamera érzékenységet hogyan tudom levetkőztetni belőlük, meg hogyan tudom őket meggumáltatni. És ez bármikor, amikor elmegyünk a podcast stúdióba, kísérek be valakit, akkor ugyanez a kis stand-up megvan az élet. Ja, hát ezt láttam rajtad, hogy ez nagyon érted, meg ott jól működött. Szóval. Tök jó, tehát amikor bejön bárki mondjuk valakinek a műsorába vendégként, és amíg itt neki készülődik, meg itt előpakolunkat, megy egy kis ilyen kis puhítás. És próbálom én is megalapozni nekik, egyrészt, mert tök
jó fej dolog, meg hogy látom, hogy ennek van értelme, és hogy sokkal jobb adás műsorok tudnak úgy készülni, hogyha már van itt egy ilyen kis, hogy hívják ezt a show business-be? De ez a Pólány. Hát én is ezt akartam mondani, de ennek van egy, az ittem van ettől jobb fejezni. Van ennek egy remennek ennek a, tehát hogy felkészít a közönséget is akár, tehát hogy... Mondom én. Aha, úgy. Na mindegy. Tehát ebben a felszapásban jó vagyok. Erről teszem be stand-upnál, ezt még elfelejtettem mondani, hogy idén még van egy ilyen 2024-re, van egy tervem, hogy én szeretnék elmenni majd a bármihoz. Igen, a Dorian's-ben, és egy ilyen stand-upot lenyomni. Na. Ezt ki akarom próbálni. Nem tudom, milyen lesz, lehet, hogy béna, de hogy ezt mindenképpen... Mert nem, hogy megyünk fújolni. Igen, a bakancs listámon van, mindenkinek majd kiküldöm, és akkor ez egy ilyen lehet majd jönni dobálni. Na, a paradicsomot hozzatok. Tehát, hogy ezt rohadtad? Hát figyelj, mered van bízva. Vagy maximum csinál belőle valami salátát. Még egy dologba kezdtünk bele 2023-ban, és ez is egy, szerintem ebből is egy jó kis láb lehet, amiben szintén ki tudok majd így teljesedni. Ez pedig másoknak stúdióépítés, illetve tanácsadás. Most nem mondhatom el, mert utólag derült ki, hogy beleírták a szerződésbe, hogy nem említhetem meg a cégnek a nevét, de ez egy Telekommal foglalkoztató szolgáltató itt Magyarországon, a három nagynak az egyik. Magyar és Telekom, ugye, na, tudjál lebuktál. Ugye egy bizonyos, nagyon, nagyon jelentős élénk szint használnak ugye a logójukban. Mind a három élénk szint használ, nem is értem. Nem, ott csak egyet. Mind a három nagyon élénk. Találgassadok. Az egyiknek most épült egy belső központban egy új része, amiben lesz majd férfias élénk szín, vagy nem férfias élénk szín. Igen, kijött a szerelő a múltkor, és mondta, azt meg ezt a rózsaszint kell izé hordjam. Na mindegy, tehát, hogy ott épült egy ilyen podcast. Az ilyette lehet csak, ugye? Csak a Pannon GSM. Azaz. A Pannon GSM az. Megtaláltuk. Na, tehát, hogy ott minket kértek föl a tanácsadásra, meg a kiépítésre, ugye az egyik partnerünkkel együtt a Showcast-tel, és nekik voltunk itt az alvállalkozóik, de ez egy tök jó dolog, és ebbe látok fantáziát, hogy ezt a tudást, amit itt eddig összeszedtünk, akkor ezt lehet egy kicsit tovább vinni. Ja, én is ajánlottalak már, vagy két helyre. Mm. Nem tudom, hogy azok végül megkerestek-e, vagy befutottak, vagy mi lett velük. Nem lett még konkrétum, meg ezzel sokan így vannak, hogy még így érlelgetik magukban. Ja, ami vicces volt viszont, hogy kint osztom azért ezt a belvárosi stúdióban, és oda jön egy csávó. Először angolul beszélgetünk, és hogy ő neki kint van valahol Amerikában cége, és hogy neki nagyon tetszik ez, hogy fél pillanat alá több egy hete megnézze podcast stúdiót. És akkor mondta, hogy majd megkérte az elérhetőséget, mert hogyha úgy alakul, akkor ki tudnék-e menni hozzájuk. Hát mondom, tervezünk egy utat Amerikában, nem tudom, meddig tart ez a mostani vízumnak, mert hogy kiestünk ugye a kalapból az amerikaiak szemében, de hogyha belefér, akkor bívjunk nyugodtan, és akkor megyünk, építünk egy stúdiót ott is. Ja, meglátjuk. Van az a pénz. Van az a pénz, ezt mondtam, igen. Na mindegy, jó ez egyébként, az ember kicsit nyitott szemmel járkál, és tényleg az ilyen helyeken, mint ilyen közösségi irodákban, a kávégép az egy ilyen sarkalatos pont. Ha nem félsz egy picit szóval legyedni az emberekkel, akkor meglepő dolgok is történhetnek. És az, amit mondtál még, bocsánat Gábor, hogy gondolkozol egy olyan alkotói térben, egy alkotói bérleményben. Ezt adásban nem mondtam még, ugye... Ahol... Ja, hát idén sok dolgot megtapasztaltam, ami akár negatív is lehet, hogy például hiányzik például az én életemből is, meg a legtöbb vállalkozó életéből, de erről majd egyébként lesz egy külön adás, mert már megvan az adásmenet, csak mindenkinek össze kell magát szedni erre, hogy felkészüljön, meg stb. Hogy nincs meg ez az ilyen támogatói közeg. Tehát, hogyha van valami egyéni vállalkozóként, ha van valami problémád, akkor azt old meg. Max a Facebook csoportok már hol, és ahol nem lehúznak. Hát, de ott is... Nem fogod kiposztolni, hogy figyeljetek srácok, az utóbbi pár hónapban nagyon szarok a bevételeim, és mert random idegen fotósoknak nem fogod elmesélni, figyelj, most nem megy olyan jól. Vagy ha megakadtál, vagy nem tudsz tovább lépni, mert esetleg nem tudsz többet vállalni, mint a Gábor. Én neki egy utó, szerkesztő, vagy valami. Ja, és még sokszor a baráti közegedben sem mondod, mert... vagy az üzlettársi közegedben sem meséled el ezeket a problémákat. Semmiképpen, mert hát neked rossz meg minden, akkor rossz lóra tettek, és akkor el fognak tőled pártolni. Hát ja. Szóval, hogy ezek, de ez komplexebb, összetette probléma, mint ahogy így most csak érintem, hogy egész a lényeg, ki kéne vennünk, és oda fölépíteni egy ilyen, a lényeg, egy ilyen kreatív hogy a, központot. Igen, a Cérnagyárról inspirálódva, ott például egy ilyen támogatói közeg van, és annyira erős az a közeg, meg annyira jó látni, hogy bemennek egy irodába dolgozni, és mindenkinek van külön kis szobája,
ahol tud dolgozgatni, és nem zavarják egymást, de közben bármi van, mit tudom, kell egy kamera, kell egy mikrofon, akármi történik, át tudnak menni egymáshoz, és tudják egymást támogatni, vagy szarul megy az új videó, akkor tudnak egymással beszélgetni, és mindenki nagyjából ugyanabba a cipőbe van. Mert ez ugye megvan egy bizonyos, nagyon, nagyon felszínesen nálunk is a Facebook csoportban. Van, aki még rám szokott írni, és egy-két kérdés külön föl, ezt sajnálom, hogy nem a közös részbe írjuk be, más is tudna belőle tanulni, de hogy ott ennek csak a felszínét tudjuk kapargatni. Hát igen, ez nem, példa ugyan, de nem annyira jó, igen. Igen, amikor mondjuk éjszakáztok és bent alszotok az irodába a projektek miatt, akkor az úgy kicsit más kapcsolat. Kifogta meg a seggem. Nem úgy. Nem. Szóval egy kicsit más kapcsolat, mint hogy a Messengeren megbeszélitek. Aha. Szóval, hogy sokkal mélyebb kapcsolatok kialakulhatnak, és most ne gondoljunk semmi rosszra. Nekem hanem... a Gábor, főleg az elmúlt időben nekem nagyon, nagyon hiányzott, hogy ilyen messze volt. Az, hogy alig tudtuk elérni, tehát az is gázolt más, mert legalább telefonon tudtunk beszélni, de most nagyon ugyan volt, mint hogyha nem tudom. Én is úgy éreztem, hogy eléggé offline voltál az elmúlt két hónapban. Teljesen, hát de most kiment Andrishoz Kanadába, kb. Olyan volt, nem? Lehet, csak én nem mondta el. Nem. Az abban, hogy ilyen 100 plusz fölé mentünk megint, tehát ilyen nagyon sok fotózásunk volt, és közben ugye voltak azok, amiket nem számoltam be, amik a mi műtermünkben voltak, és nem karácsonyak voltak, tehát az benne sincs a számba. Tehát, hogyha azt hozzászámolom, lehet, hogy volt annyi, mint amennyi tavaly volt, hogy nem akartam annyit fotózni eleve karácsonyban. Azért mondom, most karácsonyban nem lett annyi nyilván. Összeírod, azért majd kíváncsi leszek. Így, hogy azért ez az állandó ingázás meg volt, ugye Siófok, Fehérvár, Budapest, Almádi között, azért így ez egy kicsit meredek volt. Aminek ugye nyilván az autóm is látta néha kárát, mert bejelzett egy olyan motorhibát, ami egyébként nem egy kritikus hiba, mert gyakorlatilag egy gumicsőt kell kicserélni rajta, tehát semmi extra, de... A mai kocsikban bármilyen kis apróságból lehet idő. Persze, több milliós probléma. De úgy vagyok vele, hogy letettük addig az autót, és akkor addig használtam a másikat. Csak hogy így önmagában ez az állandós stresszfaktor, hogy késői, szinte minden nap éjjel 2-3-ig fenn voltam, ugye akkor töltögettem még fel a képeket, mert egy-kettő körül végeztem, 2-től 3-ig félig feltöltöttem a képeket, mert meg volt egy határidő, mikorra kell a képeket megcsinálni. És azért, srácok, azért egy héten ilyen 7-800 képet korrekcióztam. Nem egy héten, 2 nap alatt. Tehát, hogy 7-800 kép korrekciója. Nekem arra most ráment a hétvégén, igen. Tehát ez egy, na, ez hát egy az, hosszú. És akkor ugye az ember érezte azt, hogy basszus, azért haladni kell a korral, és próbáltam én is használni mindenféle AI funkciókat a Lightroom-ban, meg mindenféle okosításokat, hogy minél gyorsabban, pörgősebben menjen a munka, de hát basszus, rohangász, hogy gyerekeknél nincsen fix beállítás. Igen. Tehát ott nem az a baj, mert hogyha egy család úgy van, hogy van egy hátterem, amit letettem, és elé beraktam egy kanapét, és csak ott tudnak lenni, akkor gyerekek, amíg a kanapé nem ül ott a gyerek, addig nincsen fotó. Oda ül, lekattintom, kész, vége. Innentől kezdve le van egyszerűs a sztori. A rendszerben akkor az megint kell egy külön tapasztalat. Tehát én is, amit megszoktam. Nem az a baj, az a baj, hogy ahány felé forog, annyi szor más a visszaverődő fénynek a mennyisége és a színe is. Innentől kezdve minden bele kell nyúlni. És hiába csak eltöltesz egy képpel, mondok egy számot, 2-3-4-5 percet, tehát nem sokat töltesz el vele, mert nyilván az egyiknek más a bőrszíne, tehát az arcbőrének a színe sokkal sötétebb a férfiaknak által, mint a nőknek. A gyerekeké meg még a nőikhez. Más a tónus, megvilágítod, akkor piros lesz. A gyerekeké még fehérebb ráadásul, és akkor nem jók a tónusok rajta, a visszaverődő fény picit magentás, kicsit sárgás, kicsit akármi, ezeket még le kell húzigálni. Ráadásul ugye, amikor vannak a háttérben kis bokéfoltok, azok sem mindegy, hogy hogyan néznek ki, mennyire vannak kiégve, mennyire talált el, akkor mennyire exponáltad jól a dolgokat hozzá, tehát így mindent be kell állítani utólag. És amikor van 800 képed, és csak 5 percet töltesz el vele egy képpel, akkor el lehet számolgatni, hogy az is mennyi időt tesz. Igen, mert mindenképp más, el vagyok kényeztetve, hogy bevállalok-e stúdiós munkát, főleg a saját stúdiumban minden négyzetcentiméterét ismerem, tudom, hogy ha onnan hova ide van rakva a vakú, nem is nyúlok hozzá, majd visszajön a gyerek. Míg ezt minden héten más stúdióban vagy más helyszínen vagy esetleg, akkor ez még milyen a plafon, hogy fog visszaverődni, rendszerrakúval dolgozol, és nem azzal a 180-as rolival, amivel meglövöm, és szépen alulról a fehér padról visszaveríti. Akkor is, hogy lefele néz a gyerek a telefonba. Tudjátok, hány stúdió fotóztam idén? Tippen meg. 25-öt. 17 különböző stúdióban. Én 15-öt akartam nagyon mondani, akartam de mondani, jött a én meg 15-öt, csak nem majdtatom. 17-ben voltam, 17 különböző stúdióban. Nagyon durva, tehát ezt mindsetben is mindenhol ott vagy, és hogy másokkal. Tehát volt olyan nap, amikor egy nap, 2 meg 3 stúdióban dolgoztam egymás. Egy nap.
Tehát az nagyon durva. És akkor utána persze az emberek is mások, a családok is mások, a fényviszonyok ugye napközben mások, mint este, és a többi, és a többi, és akkor ezt lehet még citerázni, de hogy értsétek azt, hogy nem tudsz egy sablont megcsinálni, és ráhúzod összes képre, mert nem működik. Nem szarok a nyers képek sem. Most nyilván ahhoz képest, amit másoknál látok, hogy ilyen rommel szép kontrasztolt, meg nem tudom, mit műveltek a képekkel, ráhúzták a clarity-t úgy, hogy gyakorlatilag tiszta volt minden a képen. Mindenki hozta clarity-hez egyáltalán. Nem tudom. A színeket most... lehúzzák. Igen, ez egy érdekes... A szaturáció. Szerintetek egyébként... Várjátok, ez egy érdekes kérdés. Ide nagyon sok embernél látni, hogy lehúzzák a szaturációt. Egy karácsonyi képnél szerinted célszerű lehúzni a szaturációt? De hogy mennyire? Egy pici kép? Nem, nagyon. Egy ilyen kis fakó kép. Full fakó az összes képe. Tehát ilyen logba? Majdnem, közel ja, hozzá. Ja, ja, ja. Nem is láttam ilyet. És még ráhúzzák a clarity-t, és visszahúzzák a highlight-okat. Egy családi fotónál? Családi fotónál. Idén ez nagyon nagy trend volt, és nem igazán értettem a mi érteket. Nem is találkoztam ilyen. Mutassatok már másiket, egy képen. Lehet, indult a vakoknak ilyen fotószakkör. Nem, de figyelj, a másik kedvencem az volt, hogy ilyen kék színűre húzták az arcbőröket az emberek, ilyen kékes-fehér, nem tudom, hogy ez mi az oka, több fotósnál is láttam. Rosszul van beállítva a white balance. Nem? Egységesen sok embernél láttam ugyanezt, tehát ezt vagy valakitől elkezdték lopni ezt az ötletet, vagy pedig valaki ezt tanította nekik, nem tudom, de több embernél is láttam, hogy ilyen fakó, de ilyen kékes árnyalatú volt a bőr textúra rajta, és... Van egy ötletem. Nincs valami fűtés ilyen... ugye a stúdióban. Ennyi, idén, tavaly óta nem viccek. Igen. Nálunk van, gyertek a stúdió 69-ben. Vagy az valami AI képpel dolgozó szoftver, aminek valamilyen frissítése rosszul lettel, és akkor 200 fotósnak mindig bejártnánk kékbe. Hát figyelj, ezt csinált a szoftver, autóizén. Szimplán csak nem jól állítják be a white balance-ot, kész. Ennyi? Sok ember ennyire? Vagy autón hagyják, és nem jól állítódik be. Vagy egyáltalán nem photoshopolnak, meg utómunkáznak, ja, hanem adják a képet. Autón van, és ugye autón nem nagyon tudsz, mert amikor hát ilyen... Hát vagy nem autón, se olyan, mit ilyen... tudom én, a napocskán hagyta, és pont nem olyan. De nekem is AVB-n van a legtöbbször. Kész. Hát jó, de te hozzányúlsz. De nem tudod, az AVB-n van, és mondjuk pont többet megy bele egy meleg háttérfény, mint itt most nálunk. Hát akkor leszi fehér akkor... az arcát, de nem olyan volt. Ez egy mondani kékes állatú fehér volt, de nem tudom, nagyon durva volt. Tudom, az Avatar izét kettő után. Hát na mindegy, egy szó mint száz, idén ez durva volt látni, de azért hozzá kell tennem azt, hogy láttam több olyan fotóst, akik tényleg jól dolgoztak, most idén többet láttam, mint tavaly például. Tehát meglepő volt számomra, hogy vannak olyan fotósok, szerintem egy 10-12-t is találtam olyat, amikre azt mondom, hogy eddig nem láttam munkáit, de tök jókat csináltak. Szépek voltak a bőrszínek, el is találták, ráadásul meglepő módon. Szépek voltak a kompozíciók, a háttérelmosás is megvolt, tehát nem volt minden tűjles lefotózva, ugye ez a másik kedvenc, amikor borotvéres az előtér, háttér, minden, mert van egy darab gyerek. Volt tavaly egy olyan megrendelőm, aki mondta, hogy minden legyen éles. Előtérbe a aki, mit tudom én, eszi akármit, minden a pudingot, meg éles. Háttérben két méterre a pudingnak a doboza is legyen éles. Na, ott, külön, fú, külön pudingpénz. Olyan fáradt voltam a forgatás végére. Tehát így hazamentem, és rájöttem, hogy egész nap ilyen lehetetlen kéréseket akartam megoldani. Mert meg akartam oldani nyilván, hogy minden éles legyen neki, csak egyszerűen fizikailag nem tudod megoldani. És így mindig meg akartam oldani, és úgy lefárasztott agyba, hogy hazamentem, és ilyen igen, zombi ez nem fizikailag fáraszt, le agyilag fáraszt. F-22, és egy külön atombombákat robbantasz a háttérben. Én azon gondolkodtam, hogy F-22 nehezebb, akkor merre vagy, miért fáradtál annyira? Igen, nagyon, nagyon. De agyilag már. Nem, hát közben jót is akarsz csinálni, és ahhoz, hogy jó legyen, kell a mélységélesség. Ja, kell a mélységélesség, hogy jó is legyen, szóval ki kell találnod. Hogy teljesítsük a kérést, meg hogy ez szar. Igen. Tehát, mint a ilyen lehetetlen dolgokat kérnek egész nap. Mission Impossible volt egész nap. Próbálod megoldani. És akkor a nap végén rájössz, hogy amúgy ezek hülyeségek. És a végén mondtad a megrendelőnek, hogy nem tudtam, hogy megész nap a Mission Impossible-t fogjuk forgatni. Igen. Volt egy mondat, így viccesen elhangzott, hogy mondta, hogy ők abból élnek, hogy látszik a termékdoboza, vagy mondtam, valami ilyesmi volt, én meg mondtam, hogy én meg abból élek, hogy elmosom a hátteret. És akkor, hogy nevetgéltünk meg minden, de vicces volt. Nem de... értettem, mit mondasz. Na, még folytatom gyorsan. Hát munkából ennyi, ugye ez a 17-én lezártam a karácsony szezont, vége. Azután már ma fotóztam, ugye, úgyhogy ma már megint úgy jöttem, mert közben hát természetesen egy napot húzok ki, amikor nem dolgozom, de neki csak akkor jó, mert csak akkor van, mint az egész család a Balaton, úgyhogy megoldottam. Na most pedig egy kicsit más vizekre elvezünk. Na, tehát örülök, hogy azt mondtad, hogy beszéljünk erről a részben, mert
én ezt magamból indulva, én úgy gondolom, hogy nekem segítene. Hát nem is a segítség igazából, mert nyilván ezt nekem kell tudni feldolgozni. Vagy nektek. Vagy nekünk. Annyi történt, hogy a szeretett családtagunk, a kis kutyánk, füles kutya eltávozott a mennybe, az égiekhez költözött, és mindenképpen szeretnék róla megemlékezni egyetlen jogból kifolyólag. Roland emlékszik rá, amikor először jártunk itt nála, akkor még ő is jött velünk az első, talán egy-két-három alkalommal. Ő volt a csapatunknak a kis kutyája, az Átváltozhatjuk Teamnek a kis füles kutyája, amelyik mindig elkísért minket. Ugye, ez egy ilyen kabalállat, ami az amerikai futballcsapatokat kíséri. És a Gáboréknak az életének a része volt. Aha. És mindenki megszeretgette, mindenki megpuszilgatta, mindenki ott örült neki a fotózás előtt, sőt volt, aki sokszor a fotózás közben is felvette, és közös képet akart vele. Ugye tényleg ő volt a kis kabalállatkánk, úgyhogy mindenképpen megérdemli azt, hogy megemlékezzek róla. Sajnos december 18-án meghalt a kis kutyánk, és hát ez egyébként a szívünknek egy nagyon-nagyon fontos része elhagyott bennünket. Akinek nincsen ilyen pici szobakutyája, szerintem átsérzi, hogy mennyire közel tud kerülni egy emberhez egy ilyen picik állatka. Főleg úgy, hogy azért 11 évet eltöltött velünk, tehát azért az nem kevés idő. Több mint egy évtized, ha így vesszük. Hozzáteszem azt, hogy nagyon sok mindent rá tudsz vetíteni. Tehát amikor ti ketten vagytok a világ ellen, és tényleg szó szerint ketten mozogtok, mert 0-24 együtt, van, együtt vagytok, és egyedül egy valaki kis társal osztjátok meg, az pedig az egy kis kutya. Az egy teljesen más szemszögből nézi, mint aki mondjuk a 16. állat, vagy egyébként is alig van otthon, és van, aki vigyáz a kutyára, vagy meg kint van a kertben, tehát hogy más kapcsolat tud így kialakulni. Tehát, hogy ezt mindenképpen látni kell hozzá. Hát most ti mondhatjuk, hogy nekünk ő volt a kiszörös gyerekünk. Igen, erről beszéltünk sokat, hogy mi van gyerekkel, meg mi lesz veletek, és ti mindig azzal védekeztetek, hogy minek, mert nektek már megvan. Tehát, hogy itt van ez a kutya, akire vigyáztok, meg kitölti a kis szeretgetni való űrt addig, amíg ez így nem akartok magától, igen, nem akartok szintet lépni, addig meg ezzel nem gondolkoztok. Igen, és... Az az igazság, hogy azért valamilyen szinten, hát ugye annyit tudni kell, hogy a kutya az egy, tehát nem velünk halt meg szegény, hanem tőlünk távol, amikor éppen dolgoztunk, pontosan utána egy nappal, miért elmentünk volna érte, aznap, amikor mentünk érte lényegében, aznap halt meg a kutya. És ilyenkor azért az ember átértékel dolgokat az életében. Ilyenkor értékeli át az ember az életében azt, hogy mennyire fontos az a rengeteg munka, rengeteg fotózás, amit megcsináltam, azért, hogy a családunk előrébb juthasson a világban, és több dolgot tudjunk letenni az asztalra, vagy egy magasabb életszínvonalat tudjunk biztosítani magunknak, vagy akár egy gyereknek az előrét, vagy a eljövetelét is tudjuk biztosítani, meg tudjuk alapozni. És ilyenkor jössz rá, hogy a családtagod, az, aki az életednek a részét képezte az elmúlt 11 évben, és gyakorlatilag minden napod arról szólt, hogy mi és hogyan legyen a kutyusoddal, és próbáltad az egész életedet úgy élni, hogy meg tudjál neki adni mindent, amire ő neki szüksége van, az igazából egyik pillanatról a másikra eltávozik az életedből úgy, hogy még elköszönni se tudsz tőle igazából. És ilyenkor átértékelődik a család fogalma az emberben, hogy valójában mi a fontos az életben. Az a fontos az életben, hogy te előre jussál, és mindent megteremtsél magadnak, és dolgozzál, és hajtsad a pénzt, és tényleg jussál egyről a kettőre, vagy ott vannak a szeretett családtagjaid, akikkel vagy foglalkozol egyébként eleget? Tehát ha felteszed magadnak azt a kérdést, hogy eleget foglalkozol a családtagjaiddal, elégszer felhívod a édesanyádat, vagy apukádat, vagy a szüleidet, vagy a testvéredet, vagy a kiskutyáddal eleget foglalkozol-e, akkor sajnos a legtöbbször én azt gondolom, hogy az a válaszunk, hogy nem. Hát vagy azt mondjuk, hogy persze, vagy úgyis lesz még időnk rá. Tehát, hogy... Vagy ez lesz még időnk rá. Igen, ebbe én is beleestem ebbe a dologba, de hát ezzel már nincs mit szépíteni, meg változtatni rajta. Annyit lehet tenni, hogy ezt beépítjük az életünkbe, mint egy tanulságként, és úgy visszük magunkkal. Hát idén én is beleestem, aztán volt, amit nektek is mesél, de meg talán adásban is volt, hogy érintettük, hogy nekem is volt olyan kapcsolat, amit mondjuk nem sikerült helyrehozni, meg volt olyan, amit sikerült helyrehozni. A idézélesen fontosabbakat, azokat sikerült, ami meg, nem az csúnyán hangzik, hogy nem annyira fontos, de nyilván az is fontos volt, de volt, amit nem sikerült. Tehát ilyen baráti kapcsolatok, vagy párkapcsolat, szóval, hogy az, ha 0-24-be nyomod a munkát, és semmi mással nem foglalkozol, az nyilván rámegy előbb-utóbb a többi dologra.
aztán ott ülsz a kis Mac stúdiód előtt, a kis Sony parkoddal, és tök jó, de igazából mit kezdjek vele? Szóval... Na hát én pontosan úgy vagyok most vele. És pont az a legdurvább, srácok, hogy az egész idei évem arról szólt, hogy elképesztő mennyiségű munkával kerestek meg, és nyilván azért próbáltam időt szakítani a családra, a kutyára, amennyit azért tudtam, mert nyilván azért, amikor ilyen 2-3-ig fenn vagy, akkor úgy érzed, hogy nem túl sok időd van semmire se. De úgy azért próbáltam mindent megoldani, és a nyári szezon az úgy nem volt rossz, hogy azt mondom, hogy ott esküvők közben azért úgy próbáltam kellő mennyiségű időt szakítani a kutyára és a családra, is minden megvolt. De a karácsony szezon eldurvult megint. Annak ellenére, hogy tavaly is már azt mondtam, hogy ez már sok, és nem akarok ennyi dolgozni, annak ellenére idén is sikerült eldurvulnia, úgyhogy eleve kevesebb számmal akartunk dolgozni, mint amennyit tavaly volt, és direkt így is foglaltuk az időpontokat is, hogy nehogy az legyen, mint ami tavaly volt. És ennek ellenére láttam a kutyán egyébként, hogy tehát nyilván mentem vele sétálni, nyilván játszottam vele, tehát nem ezzel volt a probléma, de hogy tudtam, hogy a kutya többre vágyna. Tehát, hogy láttam rajta, hogy azért néha unatkozik. Úgy... Hát de a kutya nagyon jól reflektálja a te érzéseidet, tehát, hogy te is többre vágynál. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös persze, történet. Persze, tehát, persze. Hogy ez, azt azért is láthattad, meg azért is tükröződött benne. Mert ugyanaz volt, de nem is. Mert hogy volt egy ilyen tudatalatti akármi, hogy... És igen, és tudjátok, mi a legdurvább benne? Egymással, igen, tehát, hogy ez... Hogy ez... aznap is, amikor elvittük a kutyát a napközibe, akkor is akkora kapkodás volt, mert akkor is hajtottuk a munkát, mert akkor is el voltunk késve, nem tudtunk összekészülődni, stb. Tehát, hogy megvolt a kapkodó feelingje. És elvittük a kutyát ugye a napközibe, és ott is ilyen sietve adtam át, nem úgy, ahogyan szoktam, mert megint el voltunk csúszva, tehát hogy megint ez az állandó, tehát belekényszerítette ez a világ bennünket abba, hogy állandóan csak hajtsuk a pénzt, mindig rohanunk, soha semmire nincsen időnk, mindig túlvállaljuk magunkat, de nem csak én, hogy általában, hogy beszélgetek emberekkel, mindenki ugyanazt mondja, hogy túl sokat vállalt be munkába, akár magánidő, párkapcsolatba, haveri kapcsolatokba, tehát hogy magunkkal sokkal kevesebbet foglalkozunk, mint amennyire szükségünk lenne igazából. És azok a dolgok, amik igazából kurva nem fontosak, azok, amik aztán szeretünk foglalkozni, és most annyira átérzem, hogy most már én mondtam Biancának még pont mielőtt ez a tragédia megtörtént volna, hogy de jó lesz végre, ez utolsó héten volt egyébként, ez 17-i héten volt, hogy de jó, utolsó hétvégénk végre letesszük a lantot, és mondom, megyünk kirándulni, elmegyünk Tihanyba, elmegyünk Balaton körül, körbenézünk, elmegyünk a Kékestetőre, tehát hogy több helyszínt így kiterveztem, hogy hol érdemes elmennünk, és mondom, milyen jó lesz a kutyákkal kirándulni, és erre mire ott értünk, a kutyáért meghalt. És akkor ilyenkor elgondolkozz rajta, hogy megért ezek sok hűhó. Most nekem is ott van rengeteg pénzem, meg minden, amit megvásároltam, baromi boldog vagyok vele, hogy megvan, csak nem. Csak nem vagyok az. És ilyenkor azért átértékelődik az emberben, és fura, de tudtam, hogy a kutyára mindig egy picit több időt kellene szánnom. Lehet nem változott volna egyébként az egész helyzeten, tehát lehet ugyanúgy meghalt volna akkor is, de ettől függetlenül... az ember benne van a kétel, hogy vajon jól csináltál mindent, vajon megcselekedtél mindent, amit meg kellett volna. És ilyenkor jössz rá igazából, hogy az, aki az életednek a mindennapját kitöltötte, és természetesnek vetted, hogy ott van, az most már nincs ott. Helyette van ott egy nagy üresség az életedben, egy olyan üresség, amit nem lehet betölteni, mert nincsen, ami betöltse egyszerűen. És rájössz, hogy mindaz, amit elértél, meg amit megkerestél, az jelentéktelenné válik. Mert mindenképpen van egy ilyen időszak, de azt hozzá kell tennem egyébként, hogyha ezt elmondhatom, hogy ugye ezt beszéltük már, hogy én nekem egy nagy önostorozás is tudom, hogy van a háttérben, mert már elkezdesz gondolkodni rajtam, hogy ha ezt így csináltam, ha nem csinálom, ha előbb megyek el oda, ha nem csúszunk el, és akkor előbb tudjuk fölvenni, akkor nem történik meg. Tehát, hogy ezt mind magadban keresed a hibát, és ezt magadra projektálod ki. Nem mondom, hogy ez hiba, mert ebben mindenképpen én is benne voltam, hasonlóan megjártam. Ez egy olyan fajta történet, amit megéltél most, megéltek most, és ha jól tudod ezt kezelni, akkor be tudod építeni majd a személyiségedbe, és talán ebből tudsz, kapsz egy rálátást a dolgokra, mint a te is mondtad, hogy el tudod értékelni esetleg, meg tudsz állni, egy nagyon szomorú, de hogy esetleg ad esélyt arra, hogy az eddigi rohanó, kapkodó életmódodba ebből le tudsz vinni egy pici nyugalmat. Egy kicsit van időd most ezzel kényszeredetten foglalkozni, és felülről rátekinteni az eddigi életetekre. Ez tiszta sor, meg ezt így is kell csinálni. Tehát mindenképpen a pozitív oldalát kell megkeresni a történetben. Mindenek van egy mondani való, én ebben nagyon hiszek, hogy hát oké, legalábbis, nem történt legalábbis a igen, föl tud használni. Tehát, hogyha úgy állsz hozzá, és nyitott vagy, akkor mindenből tudsz egy kis tanulságot magaddal vinni. Egyébként ezt az utolsó kis fülesről szóló részt, ezt igazából egy köszönetnyilvánításnak terveztem.
a kiskutyám felé azért, mert ha ő nincs, akkor most én sem tartok itt. Ugyanis minden negatívban, amit az életemben kaptam, a kutya állt ott mellettem az elmúlt 11 évben, és mindig ő volt, aki támogatott, és őszintén szeretett, és mindig hitt bennem, és a kis mosolyával, a kis viselkedésével mindig feldobta a napjaimat, és ez nekem nagyon sokat számított, mert lehet, hogy ezért is voltam mindig is annyira erős, mert mindig állt mögöttem valaki, egy biztos támasz, aki most nem csak a páromra gondolok, a Biancára, amit most kimondottam a kutyára, akire tudtál támaszkodni. És szerintem azért egy kutya egy igazán hűtárs, és ő sosem fog téged hátba támadni, legalábbis a mi kutyánk olyan volt. Igen, mert az ember a párjával meg kell küzdjön. Tehát, ez az, meg dolgozni, tenni is kell érted, ez nem baj, ennek ez a szépsége. De van egy olyan családtagod, aki feltétel nélkül szeret, és nagyon sokat tud adni, és nagyon sokat tud, hát nem véletlenül használja terápiás eszközökre is, tehát hogy ezek mind tudom, hogy az én életemben kutatott tények, igen. Az, hogy ideig el tudtam jutni, annak a legnagyobb szerepe talán neki van. Ugyanis nagyon sokszor voltak olyan gondolataim, amikor negatívot kaptam, hogy jó, hagyjuk a francba, tényleg foglalkozunk mással, de vagy a kutya mindig kihozott ebből a gödörből. Ez volt az életem során egy pár alkalom, nem mondom, hogy sokat, de mondjuk az elmúlt 11 évben egy 2-3 alkalom megtörtént azért. Másik részről meg ugye azt hozzá kell tenni, hogy a teamnek a sikerességében az elején ugye a kutya is nagy rész benne volt, mert mindig cipeltük magunkkal, és mindig mindenki látta, mindenki szerette, mindenki utána írogatott. Szó szerint csapattag volt. Szó szerint csapattag volt ugye a teamben, úgyhogy ez amúgy is nagyon sokat számított, és azért ott alapoztuk meg ennek az egésznek a jövőjét abban az időben most már nyilván több mint 11 éve, de hogy a kutyában nagyon sokat számított, és igazából ez ő felé egy köszönet nyilván tesz számomra, hogy ezt mindent segített elérni az elmúlt 11 évben, és nagyon bízom benne, hogyha van kutya Mennyország, akkor jó oda került, és boldogan játszik a többi kutyával, kergetőzik, és minden labdát szanaszéttép, és minden teniszlabdát meg fog hámozni ott a mennyben, mert ez volt a mániája. Igazából ennyire szeretném zárni az adást, hogyha más szerint nem szeretnétek elmondani. Szerintem mindent elmondtunk, ami kicsit olyan keszekusz, vége. Nem az, kicsit az egész olyan keszekusz, de ilyenek vagyunk, meg ugye ez végig bennem volt itt nálunk a levegőben. Ugye sokszor halogattuk el az adás felvételt is, de amikor végre összejöttünk volna, akkor volt ugye a te oldaladról ez a borzalom. Ez is nekünk így rányomta egy kicsit a bélyegét, és azért mindenképpen ezt szerettük volna így veled megbeszélni. Úgy adásban is tettük, ez nem tudom, remélem, hogy segít egy picit. Meg hogy azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy hát ez az életünk, sok minden van, amit akár elmondunk kamerába, akár nem mondunk el, de hogy ahogy nektek is mindenkire meg kell küzdeni a saját démonával. Vannak könnyebb napok, vannak nehezebbek, de hát most ugye Covid óta mindenki bele csapott a lecsóba, és azért sok mindent húzunk, cipelünk magunkkal. Ki tudja, hogy tényleg ezeknek milyen hatása lesz még itt a jövőnkre. Én azt tudom ebből mondani, hogy próbáljunk meg mindenből egy kicsit valamit magunkkal vinni. Ha más nem, akkor egy kis rálátást, egy kis hátralépést, hogy egy kicsit tudjunk gondolkozni a dolgokon, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon bele tudom lovalni magam, és ezt mondtam a Covid-os adásban is, hogy észre se vettem jelmet 5 év. Figyeltem a többi stúdiót, a konkurencia, hajtani, pörögni, és nem foglalkoztam, nem léptem hátra, hogy milyen szépségek vannak körülöttünk, akár egy karnyújtásnyira. És hát sajnos, de ha más nem, akkor ezek a tragédiák, ezek a pillanatok segíthetnek abban, hogy egy picit így fölrázzuk magunkat, egy nyakon öntenek jeges vízzel, és utána tudunk esetleg azt a pillanatot arra használni, hogy egy picit más irányba terelgessük magunkat. Hát egyébként nekem a tavalyiben voltak azért negatív dolgok, meg történések, de úgy utólag visszagondolva egyébként mindegyiket átforgattam valami tanulsággá, vagy elkezdtem gondolkozni azon, hogy jutottam ide. Tehát, igen, ha más, szanaszét dolgoztam magam, mi vezetett ide, mi voltam, mit csináltam rosszul, mit kéne másod csinálni, szóval így fejtegeti az ember magát, hogy lehet ezt kivédeni, vagy... Én nem hiszek abban, hogy tudtunk volna máshogy dönteni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon marcangoló dolog, hogy mi lett volna, ha, de én ezzel most már nagyon régóta nem játszok el ilyen gondolatokkal, hanem pont az ellenkezője, hogy ezek a hatások, amik eddig értek engem, ezek kellettek ahhoz, hogy az ember legyek, aki ma vagyok. Ja, egyébként, ha megnézzük, most így visszavezetjük az elmúlt pár évet, akkor amit én csináltam például, az várható volt, hogy lesz egy olyan év, ahol mindent is a munkára teszek fel, és például, ha meghallgatja valaki a tavalyi évértékelőt, akkor ott azt mondtam, hogy hát jó volt ez az év, de hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni. Uh-huh. És
januárban így indultam meg, hogy akkor ebből ki kell hozni még többet. Most még egy kis kéziféket hallok itt ezen az oldalon. Ja, szóval, hogy így várható volt, tehát hogy aki mondjuk hallgatja az adásokat, az... És ez nagyon, nagyon nehéz így megállni. Én nem tudom, hogy valakinek sikerülhet-e egyáltalán, hogyha nincs külső hatás, hogy megálljon, kicsit visszanézzen. Valakinek ez a jön erre első, hogy egy kicsit a széri az évét, és próbál egy kicsit gondolkozni a következőre. Nekem ez nem szokott segíteni. De ha más nem, akkor legalább ilyen eseteket arra föl tudjuk használni. Tényleg, ha másra nem jó erre, hogy egy lépés távolságból tudjuk ezt szemlélni. Hát évelején egyébként én össze szoktam írni ilyen dolgokat, de nyilván évközben meg, amikor zajlanak az események, nem állsz meg. Ja, elvisz, és ilyen szóval... egyik hétfő mások után is azt hiszed észre, hogy megint évvége van. Ilyen. Csak az kevés, hogyha egy évbe egyszer üsz le, és gondolod végig, hogy most mi történt az elmúlt pár hónapban. Már ha egyszer is akár, mert nálam mindig volt. De többször meg kéne állni, és többször, nekem például ez nagy tanulság, hogy többször kéne pihenni, nem csak várni azt, hogy majd lesz egy karácsony, és akkor majd pihenek, hanem itt a nyáron is el kéne menni pihenni. Érdekes nekem is, ez még itt a végére, hogy már nyomasztott ez a sok munka, és nem volt időm gondolkozni. Nagyon vártam már az év végét, hogy itt én szóval most már tényleg azt, hogy mindig mondja, hogy akkor be kell zárjuk a stúdiót, én meg itt nem, hát mert vagyunk nyitva, majd úgyis lesznek, bla, de hogy most tényleg azt mondom, hogy minden gépet kikapcsol, telefon lenémi, kész, és most akkor, akkor jön a pihi, meg a tankozás, meg ilyenek, de... De, hát igen, ezt én is vártam. Ja. Úgyhogy... Jó, hát akkor talán annyit tudunk magunkkal vinni, hogy lépjünk egyet hátra, itt az év eleje, nézzünk mi végig, hogy mit tettük eddig, majd milyen úton járunk. Ez az út egyezik azzal, amit mi annak idén kitaláltunk magunknak. Ha a kis 8 éves önmagunkat magunk elé ültetjük, hogy meginterjúholjon minket, akkor mit tudunk büszkélkedni, mit tudunk esetleg a mehetségünkre fölhozni, és ezzel a gondolatmenettel tovább véve vajon milyen lesz a következő év. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. További megszokott tartalmak jövünk akkor 2024-ben, és nem szabadultok tőlünk. Következő adásig akkor pedig irány a zárcsoport, meg várjuk a kommenteket. Igen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.